It's brand new. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasz Paks, szevasz atomerőmű, szevasz ország, szia Jani! Sziasztok, jó reggelt! Hát mit is tudtam volna még hozzátenni ez a jó kis feldiszkózáshoz? Hát itt vagyunk a Paksi atomerőmű előtt, ahogy azt ígértük mindenkinek és számunkra is, és szerintem egyébként az erőmű számára is ez egy hatalmas, történelmi léptékű pillanat. 6 óra 15 perckor kezdjük meg az adásunkat, innen pont az előbb beszéltünk, hát egyelőre nem fedjük fel a kilétét, hogy ki az emberünk, a belső emberünk, majd később beszélünk vele, és hozzuk nektek, elég annyit elárulunk róla, hogy Atom Anti. Ő az, Atom Anti. Hát gyakorlatilag mindent tudtok róla, és én megkérdeztem, hogy volt-e már ilyen, hogy rádióműsor volt itt. Azt mondta, hogy egyszer nagyon régen volt, de hogy odáig nem juthattak el, ahova ma mi el fogunk jutni. Következő a helyzet, a megszokott monitoronkon kívül van egy másik monitor az asztalon, amelyen akár hiszitek, akár nem, de rálátunk. Rálátunk, szerintem ez a négyes blokk, mert az van kiírva, hogy 4BL. Ugye ez az lehet. Rálátunk a négyes blokkra, ez gyakorlatilag egy nagyméretű piros gomb innen. Jani szerint hamarosan be fog nyúlni egy kéz oda, és megnyomja ezt a gombot. Hát nyilván ennél sokkal nagyobb léptékű a dolog. Én nagyon-nagyon várom, hogy belülről is megnézzük a dolgot, és megtekintsük ezt a történetet. Hát csak nem visznek olyan helyre bennünket, ahol érted, mondjuk én beleesek egy reaktorba. Hát én pedig kértem. Hogy lökjön rajtam egyet az Anti. De egyébként a vendéglátóink szívélyeségéről, kedvességéről mi sem árulkodik jobban, mint az, hogy ezt a reaktort is sárga-feketére mázolták a tiszteltünk. Köszönjük szépen, mit? Nagyon kedvesek. Hoppá, közeledik egy ember, remélem van belépési engedélye. Reméljük nagyon, de ő szerintem ő az, aki ért hozzá. Azt eláruljuk nektek, kedves hallgatók, hogy ugye mi már tegnap este megérkeztünk minden ilyen helyszínre, hogy egyrészt a döbbenet az, mert ami... ha ugye nem érkeztünk volna, akkor most nem lennénk itt. Ugye? Na jó, de jöhettünk volna például ma reggel is. Ebben is van az igazság. De vonattal nem, mert legnagyobb megdöbbenésemre Paksnak nincsen közvetlenül Budapestről vasúti elérhetőség lehetőség, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Busszal lehet jönni, de vonattal valamilyen okból kifolyólag nem. Bár vágányokat láttam. A vágány az itt van, de elárulom neked, ha én például biztonsági ember lennék, akkor én nem csinálnék ide közvetlen, hogy hívják ott, mert mi van, hogyha nem tudom, valaki kitalálja a dolgot, hogy ide kell jönni vonattal. Érted? Tehát szerintem azért nincs, de ezt majd megkérdezzük ezt is. Na, a lényeg, hogy én 30 évvel ezelőtt voltam utoljára Pakson, valahogy mindig így elkerültem, mert amíg még nem volt M6-os autópálya, addig a 6-os úton jártam, de hát az egy kicsit így csak éppen megnyalja a város szélét, és eljössz. 30 évvel ezelőtt, amikor én Pakson jártam, egy nagyon kedves kisváros volt, de így nem éreztem ingerenciát, hogy bemenjek, tudod? Na most tegnap megérkeztem egy ilyen este 7 óra felé, gyerekek, ha valaki kirándulni akar, jöjjön Paksra. Hát olyan szép a belváros, hogy megőrülsz. Hát picit rendben van. Nagyon rendben van, nyilván az én vonzalmamat a pincesor rögtön megdobta, tehát ahogy beértem a városba, az nagyon-nagyon szépen néz ki, és utána pedig beérsz a város központba, és csodálatos kis városka. Hát mi is tegnap, mondjuk, hogy nem este felé, hanem délután felé, amikor benzinkutakat keresve megérkeztünk a városba, mert hogy csak egy bizonyos kártyánk volt egy bizonyos kúthoz, és azért bárhol az ember nem vételez üzemanyagot, hogy odaérjen, ami a célja, bár már villogott mindenféle jelző a kijelzőnkön, akkor azt tapasztaltuk, hogy ez egy nagyon cuki, nagyon helyes, nagyon-nagyon élhető kis város, amit aztán minden későbbi élmény még inkább aláhúzott, amit így tapasztaltunk, hát aztán a szálloda meg, amiben volt szerencsénk szobát foglalni. Hát egy nagyon-nagyon kedves hely. Tehát, hogy olyan léptékei vannak, olyan arányai vannak, úgy van kitalálva, úgy van megcsinálva, hogy így gyakorlatilag minden van benne. Az egészen biztos, hogy miután mi 10 órakor itt elköszöntünk, és mondjuk a későbbiekben, mondjuk a családdal a környéken járunk, ha valamilyen kiállandásból kifolyólag, akkor biztos, hogy vissza fogunk térni, és be fogunk menni abba a kis ilyen cukrászdába, meg kávézóba. Azt hittem, most visszamész mégis alszol egyet a szállodában, annyira megtetszett. Egyébként nem bánnám, mert tegnap azért megkóstoltattak velünk ezt, azt, amazt, és volt benne tőlem egészen szokatlan módon két, nem tudom, egy ilyen kb. Fél deci tömény is, úgyhogy most picit olmosabbak a mozdulataim, mint amilyenek egyébként szoktak lenni. Csak de, a gondolat ne legyen olmos. De nem bánom. Hát kellett valami oldani a feszültséget, mert volt valaki a társaságban, akiről majd egy kicsit később beszél. Viszont szeretném elmondani azt, hogy az eddigi tapasztalattal ellentétben, amikor ilyen összetartó vacsorán vagyunk, te az első pálinka felénél már nagyon vidám szoktál lenni. Gyerekek, a Janival van valami, szerintem a Jani titokban iszik.
De tényleg a sportnak vége, a rossz útra lépett a János, mert megitta a két pálinkát, és korrekt módon tudott viselkedni. Tehát ez, ugye? Ez nem szokott így lenni, nagyon szurkolt mindenki, hogy előadás lesz, tehát az első pálinka felénél, úgyhogy nem tudom, mi van a kis szervezeteddel, de fő tudta dolgozni az információ. A tejfölös sajtos krumplilángos valószínűleg azt szívhatta fel. Jaj, de egyébként valamit elfelejtettem, mert nem telefonáltam haza tegnap este, és a gyerek nem tudod így lefeküdni, amíg el nem köszönök tőle. Te puszi cica, szép álmokat, apa nagyon szeret. Jó éjszakát, virág, ma már nem megy be. Ma már nem megy be az egységbe. No, úgyhogy itt leszünk egész reggel, 7 óra után egy picit, nem azt mondom, hogy tudom, mélységű kérdéseket föltéve, de azért majd megvizsgáljuk azokat a kérdéseket, amit szerintem minden egyes embert foglalkoztatnak, aki ebben az országban él, és amikor Paks neve, meg az atomerőmű neve szóba kerül, akkor ők meg akarják ezt tudni. Hát csak mondom, de egyébként úgy is elárultok, ki fog ide érkezni a stúdióba, ki lesz az egyik vendégünk, mert hogy atommantéről mindenki tudja, hogy valójában ugye Kovács Antal fantasztikus cselgáncs olimpiai és világbajnokunkról van szó. Na most a vele való találkozás számomra az egy nagy pillanat volt. Nekem akkor is megérte volna, hogy egyébként más már nem történik a hétvégén. Én nagyon tisztelem, haza. Nagyon becsülöm őt. Egyébként erre is akartam rátenni, viszont látásra, Vízlás Paks, köszönjük. Szóval, hogy amikor tegnap találkoztunk az Antival, nekem egy kicsit erőszakosnak kellett lennem, ami mondjuk ugye a méretbeli különbségből kifolyólag, meg abból kifolyólag, hogy elég távol van tőlem. Egyrészt kilátástalan lett volna, másrészt meg ugye örömtelen, mert túl messze voltam tőle ahhoz, hogy átdobjon a helyiség. Szóval erőszakosnak kellett lennem ahhoz, hogy egy picit kezdjen el a sportról beszélni, mert egyébként egy közel 40 percen keresztül tartó Rákóczi versus Kovács csata folyt egyébként az asztal mellett. Majdnem megfogtam. Majdnem elcsíptem a csávót. Próbálok meg olyan kérdést föltenni én, sokadik Rákóczi Ferenc, azért, hogy megfogjam Kovács Antit, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatóját, kereszt kérdéseket, de valahogy nem sikerült. De érezted, ott volt egy pillanat, hogy megremegett a lába. Mert hogy tudományos, tehát csak egy kérdést hadd idézek nektek, kedves hallgatók, a tegnap estéből, tehát tudományos mélységben nyúltam bele. Mi van akkor, ha egyszer csak elzárják a Dunát? Érted? Anti, ha elzárják a Dunát, nincs víz. Na, de akkor baj van. Baj van. Anti, de addig egyébként volt néhány értelmes kérdés is. Igen, hát, ez már menekülés része volt. Anti nézett rám, így lefordult az asztal felé a tekintet, ezt a hülyét nem hiszem el. És akkor elkezdte, de ugyanolyan sztoikus nyugalommal, mint addig, elkezdte magyarázni, hogy egyrészt a Dunát nem zárják el, mert nincs hozzá főcsap, de ha elzárják, akkor egyébként pedig még van 45 darab út, amitől az erőmű halálnyugodtan megy tovább. Tehát, hogy őket ez nagyon nem is foglalkoztatja, hogy van-e a Dunában víz, abból a szempontból igen, hogy szoktak horgászni, és akkor ahhoz meg kell. Így van. És sehol az országban nem lehet fogni egyébként 15 kilós dévérkeszekeket, csak itt a Paksi Duna szakasz. Igen, mert ahogy kiömlik a víz, egyébként akkora sebességgel jön ki, én már ezt tudom, ma figyelj, akkora sebességgel jön ki, hogy fölkavarja az anyagokat, nagyon komolyan levegőzteti a Dunát, és egy egészen különleges kis mikroorgazmus, vagy mi az, ami kialakul, mert biztos nem ez a jó szó. És hány fokkal, most vizsgáztatlak, hány fokkal magasabb a hőmérséklet Paks után? Na, tessék. Egy fokkal, de sose éri el a kritikus 30-at, amikor a hülye dévérkeszegek megbolondulnának a meleg víztől. Ennyi, mindent tudunk, de azért Antira nagyon számítunk ebben a dologban, hogy, és hogyha valakinek egyébként van bármilyen jó kérdése, vagy mások által jónak ítélt kérdése, azt várjuk nyugodt szívvel az SMS falunkra. Próbáljátok megfogni ezt a srácot. Nem lehet, én már minden komolyan kicsit erősebb lennék, vagy ő már legyengült volna, akkor neki is megyek ott a végén a beszélgetésbe, de nyilván tisztelem azt a 6 centit, ami közöttünk van magasságban. Úgyhogy így állunk. Ami nem maradhat el a mai reggelen, az atomkemény zene. Érzed? Hát, Feri, annyira stílszerű, hogy egy megbolondulok komolyan, mindjárt térdre hullok. Ami nem maradhat el, ezzel szeretnénk üdvözölni Paks lakosságának azon részét, akik már itt állnak. Nagy szerencsétek van, mert van ajándékunk, és szerintem nektek pont elég lesz. Jó? Ki az, aki akar ajcsit? 1-2, no, még marad is, jó van, köszönjük szépen. Nagyon cukik vagytok, nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy kijöttetek. Tehát őket ezzel ébresztjük. Annyi még, hogy ahol mi most vagyunk, aki már járt a 6-os úton Paks mellett, az egyébként ezt látta, ugye az erőmű az nem magában a városban van, hanem kicsit kijebb, de hogy egy teljesen különálló kis város rész az, amiben mi belecsöppentünk. Azt nem tudom, hogy kisközért van-e, de hogy egy csomó minden viszont igen. Itt egy nagy jobbulás, Laci, itt egy nagyon komoly parkolóhálózat van, beérkező sinek.
és itt ülünk az erőmű fő bejárata előtt, a látogatóközpontnál. Így van, ha hátaláltok neki jobbkézvel, ha szembáltok vele balkézvel, csak hogy még pontosan legyen az így. Nem, mintha nem látnám bárki, aki erre jár a mi kis stúdiónkat, na akkor mi legyen az a nagyon kemény zene? Hát nem lesz olyan nagyon-nagyon kemény, viszont szerintem nagyon jó kis zenéről van szó. Volt annak idén most, a tudomásom szerint már nem prosperál egyébként a zenekar, egy nagyon jó kis német crossover banda, a Guano Apes. És én mindig nagyon szerettem az olyan rockzenekarokat, amiknek a frontemberi, vagy frontasszonyi posztján, hát akkor már is mondtam, egy hölgy áll, aki jó frontemberi, és jól is énekel, és Sandra Nasics szerintem ez a kategória volt. A zenekarnak a 90-es évek közepén rengeteg komoly slágere volt, ének például az Open Your Eyes, vagy például a snowboardosok himnuszának számító Lord of the Boards, és annak idején egy pár évvel ezelőtt, valamikor a 90-es évek vége felé, nem, a 2000-es évek elején inkább úgy volt, kiadtak egy válogatás albumot, és ezen volt egy olyan szám is, ami semmi más korábbi albumokon nem szerepelt, és ezt hallgathatjátok. Tehát nem a nagy slágert hoztad? Hallgató, ez is jó lesz. Hanem ez is, de ez így is jó van, lesz. Így van, fájni nem fog senki. Kicsi csemegetessék. A hét utolsó metál rovatában többen egyébként Ossziánt vártak, mert hogy az énekes ott is. Egyébként erre ugye, Endre, persze. Annyira szeretem az ilyen agyú hallgatókat, hogy SMS-emet többen megírták. És nekem még nincs megnyitva az SMS falunk, de hát nyilván jönnek olyanok is, hogy akár egyébként a Blackoutnak a Radioaktív című albumáról is hozhattam volna valamit, stb. De megkért minket Antti, hogy az ilyen jellegű poénokat mellőzzük. Nem mi voltunk, nem hallgató írta, ne bánts. Erős fenyegetettség van Anti részéről felénk. Kicsit így megroppantotta a nyakát, hogy kivégez bennünket. Bonyhátnál kamion az árokban vigyázzatok, mert nagyon rossz helyen van. 24 órás futárpistitől kaptuk ezt az SMS-t. M541-es kilométer Szeged felé autó utánfutóstól az árokban szerv megérkezett Brünci. M187-es kilométer Győr felé fényképezgető rendőrök a pálya feletti hídon. Ezeket kaptuk most, és mérhetetlen mennyiségű jelentkezést a játékra, mert ugye még van 16 GB, tehát Nagy-Britannia, 16 Nagy-Britanniányi, ezt nem tudom, sose fogom kimondani. Egyébként az elmúlt percekre gondolom, én is mondtam néhány olyan szót, amit így utólag már nehéz értelmezni, de majd csak kimegy belőle az a két. Az a két szícsek. Úgyhogy ez van, ez a kis iPod Nano, ez egy zenelejátszó eszköz, ezt mindenféleképpen megkapja a játékosunk. Akkor is megkapja, ugye értitek, ha elbukja. Hogy ne 4-1 legyen már, mert azért kapni fogunk, tegnap, azért feszülünk. Tegnap én azt gondolom, hogy elég nehéz kérdések voltak, például a hármas ugrásban is, ugye, tehát hogy azért ott nem volt egyszerű hozzájutni az ajándékcsomaghoz, ma egy picit már nehezebb lesz az is, azon is lehet majd nyerni. Lesz-e valamilyen speciális csak erre a napra szóló ajándékunk, Ferenc? Lesz, persze, például ez a 16 gigabájtos iPod Nano. Most ezt rögtön átadjuk. Tudtam, majd. Hogy emlékszem valamire. És ami még nagyon fontos, hogy megpróbáljuk majd feltenni vagy a Facebookra, vagy a mi internetes oldalunkra, erre lehet, hogy kicsit várni kell majd, de az atomerőmű belső képét. Hoppá! Az nagyon-nagyon kemény lesz, megpróbáljuk majd megoldani ezt a dolgot, mert itt, hát nem azt mondom, hogy államtitok, de majdnem. Uh-huh. Majdnem, ezt utoljára nem tudom, 1987-ben adtak ki ilyen képet. Igen. Azóta titkosították. Egy idő után arra készüljetek fel, hogy elkezditek majd ütögetni a számítógépet, újraindítjátok, illetve a monitort is elkezditek piszkálni, mert olyan, mintha állókép lenne, mert olyan sok minden nem történik, csak talán a mélyben. Hoppá, meg ott van, ott nézd, meg ott van emberünk, takarít a néni. Így van, bejött Tessé. Egy néni, megemelte az erőművet, a vásöpört valamit. De majd azt a képet tesszük ki, amikor mi bent vagyunk, jó? No, pontosan 19:30 van, lehet tehát jelentkezni a játékra, valakit visszahívunk majd, most jövünk a hírek után. 9 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt hallgatók, szervusztok, hello János! Sziasztok! Még mindig Paks, és nem is tervezzük elhagyni a helyszínt egészen 10 óráig. Innen megy a műsor, nem használjuk azt a szót, ami ilyenkor ugye alapból az ember eszébe jut, tehát hogy a megy a műsor helyett, egy csomó szinonimát ki kell találni. Így van, azt mondták, túl közel el a stúdió az Anti. Igen, és nem alkalmazhatunk olyan szavakat, ami testi épségünket fogja majd veszélybe sodorni. Hamarosan jön műsorvezető társunk 7 óra után, ugye azt biztos észrevettétek már, hogy eltűnt a Balázs egészen jövő hét szerdáig. A hiány nem lehet pótolni, de mi megpróbáltuk. A Dombóvári család kedden, hogy volt kedden szerdán, tegnapi napon ugye Kovács Áron volt a vendégünk, és ma lesz egy újabb műsorvezető társunk, aki biztosak vagyunk benne, hogy nagyon releváns kérdéseket fog majd feltenni az atomenergia ügyében. Nagyon ért hozzá, nagyon ért ehhez is.
Igen, tegnap már őt is továbbképeztük, tehát megérkezett ő is, tegnap este 7 óra után pedig ide is megérkezik majd a stúdióba. Az iPod Nano hát egyszerűen olyan népszerű, hogy nem is tudok szavakat találni arra, hogy hány SMS érkezett, könyörögve, fenyegetve, kérlelve, amit csak el tudtok képzelni, de azt már mindenki megszokhatta, hogy ilyenkor, amikor kitelepülés van, akkor előfordulhat velünk, hogy a helyszínről játszunk. Igen, mondjuk annak ellenére, hogy a Nano az alapból jár minden egyes játékosnak, nem mondhatni, hogy nagyon elengedik a játékot, mert ugye a hét első két meccsét azt mi elveszítettük. Csúnyán, meg a harmadikat is. Nem, azt én megnyertem. Igen, és tegnap megveszítettünk. Hogy mindent megszépít az alkohol. Igen, 3-1, az biztos, most 3-1 az állás, meglátjuk, hogy hogyan zárjuk a hetet. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Zsófi, jó reggelt, hello! Várjál, beadjuk mindjárt azt a mikrofont, miért nem szól ez? Próbálj meg belebeszélni. Sziasztok! Na végre, okay, pedig szóltuk egyébként, hogy ma mindenképpen nyerni szeretnénk, úgyhogy technikailag tegyék lehetetlenni azt, hogy ti játszanak. Nem egyedül jöttél, ő kicsoda, aki veled van? Ő az osztálytársam, a Danica, és a barátnőm is. Aha, és akkor most ketten lógtok a suliból? Igen, hát nem, mert fogunk menni még vissza a viszonyukánk. Aha, tehát beérte. A kezeit csókolom, mama, nagyon szépen köszönjük, hogy tetszett jönni a gyerekekkel egyetemben. Na, tőzsgyökeres paksiak vagytok? Hát igen. És ez te már itt is születtél, ugye, mert 20 centivel magasabb vagy, mint az osztályt. Nem, tehát ilyen paksiak vagytok. Dolgozik-e valaki a családból az erővi? Hát anyukám is, meg apukám is. Mindenki? Igen. De jó, hogy szeretik? Szeretnek ide bejárni? Hát, úgy tudom. Úgy, aha. Hát, bent mindig azt mondják, hogy szeretik. Igen, meg otthon is. Otthon azt már ne. Zsófi, ki szeretnél kinyírni a játékba? Én a Jani szeretném. Jaj, de aranyosokat, így rögtön a legkisebbre és a leggyengébb láncszemre repültök rá. Ezt én nagyon tisztelem, nagyon örülök neki. De állok elébe, illetve nem ülök elébe. Igen, és az a helyzet egyébként, hogy Jani hozta az egyetlen győztes pontunkat ezen a héten. Az összes többit azt közösen veszítettük el. 3-1. Azt elárulom neked, hogy ez a bizonyos iPad Nano, vagy iPod Nano, az megvan, jó? Tehát elengedheted nyugodtan a meccset. Nem? Úristen, hát ezt a fajta könyörtelenséget. Igen, de kár, hogy igen, nem. Igen, most ki kellett volna rakunk a 18-as karikát, mert annyira brutális volt a nézés. Jó, akkor kezdjétek el. Szerintem 3, 2, 1, tessék. Kérdezz nyugodtan. Rendben. Vagy kérdezek én? Hogy? Hát majd én kérdezem. Jó, parancsolj. Ugye szegezhetlek titeket? Persze. Szerintem én vagyok az idősebb. De felajánlom neked. Köszönöm. Szívesen. Na, pörögjünk. Hanyadik osztályosok vagytok? Mi hetedikesek vagyunk. Akkor még általános iskolában jártok. Természetesen. Uh-huh. Jövőre, vagy 2 év múlva már középiskola. Itt szeretnétek a közelbe tanulni majd? Van már valami elképzelés? Hát, nekem van, de mi még... Mi szeretnél lenni? Én ügyvéd szeretnék lenni. Ügyvéd. A családban van már ügyvéd? Nincs. Nincsen? Nincsen. 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 És, ja, kis barátnő is itt van, őt is majdnem megkérdeztem, de mégsem. Na, parancsolj, kérdezz nyugodtan. Kérdezte. Na jó. Hát most azért itt egy nagyon picit a részedről felmerül a passzivitásnak a gyanúja. Nem, ez nem felmerül, ez az. Ez az, gyerekek, tényleg a legnagyobb jó indulattal se tudjuk a pontot megadni, a Nanót azt megadjuk, jó? Azt mindenképpen. Azért az a lényeg, nem? Az jó. A lényeg, meg mivel kitelepülés van, képzeld el, még ajándékcsomagot is kapsz, mert ilyenkor ez dukál. Így is, úgy is. Igen, aki elveszíti a játékot, az is megkapja az ajándékcsomagot, de hát ez Zsófi, ne haragudj, erősen passzív volt, tehát miután mondtad, hogy te akarsz kérdezni, Jani mondta, hogy akkor kérdezél, és álltunk egy 15 másodpercet. De azt egészen csendesen, Zsófi, semmi baj, megérteni, hogy egy ilyen nagyformátumú egyéniség, mint Atom Anti, ugye amellett nem lehet labdába rúgni, egy picit lefagytál.
jó? De semmi baj. A rádióban a bólogatás, az tudod, nem hallatszik. Jó, és meg na, igen. Köszönjük szépen neked, Zsófi, tehát megvan mind a két ajándék, kapsz egy ajándékcsomagot is, és természetesen megnyerted az iPod Nano-t, úgyhogy ezt majd nagy szeretettel átadjuk neked. 3 perc múlva lesz 7 óra, a hírek után jövünk vissza. 11 perccel múlt el 7 óra, jó reggel, sziasztok, Hello Morning Show, Idegszemcsém Mérnek, remélem kapok egy 30-as csekket, Zsoca. Ez a pozitivizmus, tehát ő már tudja, hogy benne is van a buliban. M5 Szeged felé a 40-es és a 41-es kilométer között két autó ütközött, az egyik a leállóban, a másik az árokban, nem akadályozza a forgalmat, de nyilván az emberek megállnak nézelődni, erre figyeljetek oda. M5 még mindig 106-os kilométer Szeged felé rendőrautóból mérnek, M6-os pálya viszont tiszta, az alagutaknál sincs mérőkocsi, Kis Csicseri írta ezt az információt, azért ésszel. M3-as 144-es kilométernél kamion az árokban, tűzoltók, rendőrök már helyszínelnek, írta nekünk Tibi. Hát így állunk, a Morning Show ma reggel Pakson van, és ugye, amíg a főnök szabadságon, egyébként a két játékosunkra csak egy picit visszatérnék, az előbbire, a két hölgyre, bejött Zsófi, és azt mondta, hogy már nincs a Balázs. Hát mondom, Cica, itt állsz egy fél órája. Tehát, hogy ha más nem, akkor legalább így benéztél volna a stúdióba. Mit gondolt elhevered itt az asztal alatt, hogy egy kicsit megpihenjen a tegnapi fáradalmak után? Nem bírta tovább, még ledőlt, és ezt a hetet, plusz a jövő hét első két napját is úgy fogjuk majd át ívelni, hogy minden egyes napra vendégműsorvezetőt hoztunk. Ha figyeltétek az adásokat, ugye kettől, akkor éreztétek azt a hihetetlen építkezést, amit energiában a Janival és a Lacival beletettünk ebbe. Így van. Hogy tegyük egyre magasabbra? Egyre magasabbra, hogy egyre minőségi arcokat hozzunk ebbe a műsorba, akik természetesen nem tudnak felnőni Balázs szintéig, de hogy azért törekszünk rá, és most egy kicsit megbicsaklik ez a fő. Hölgyeim és uraim, Zsűl a tapsot készíts be, a ma reggeli vendégünk, társ műsorvezetőnk, 10 óráig nem más, mint a test, a férfi, a félisten. Kasza Tibi! Igen, írjátok szevasz meg, hogy a 3 jelzőből melyik volt a túlzás. Jó reggelt! Csak annyit tudok mondani, hogy ti akartátok. Tehát igen, egyébként igen. Mi rántottunk magunkra, ebben neked tökéletesen igazad van. Ez egy ötlet volt, de ti akartátok, itt vagyok. Következő a helyzet, azért jutottál eszünkbe, mert szeretnénk megnézni téged olyan adáskörnyezetben, ami idegen számodra. Már ez az. Ugye, egyrészt paks, másrészt meg ugye mindig az van, hogy kedden jössz, készülsz, téma van, te hozod, vicces vagy, és most, hogy amikor mi adunk alád olyan dolgokat már témailag, ami egy picit túlmutat azon, ami te vagy, hogy azzal tudsz-e mit kezdeni? Először is túl nem igazán tud mutatni semmi azon, ami én vagyok, másodszor pedig azt gondolom, hogy ha igazán felkészületlen embert akartál már, akkor meg vagy. Sikerült, ez én vagyok. Nem kell sokat gondolkozni, itt vagyunk, meg vagyunk. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy beemelünk melléd valakit, aki... Hát, a beemelés szó egy picit túlzásnak tűnik, hogy Antira nézek. Nem, hát ő be tud jönni magától is, de hogy egy olyan embert, aki ezt az egészet nem nagyon érti most, amiben ül, már tegnap este se értette, amikor te megérkeztél, hogy ő biztos, hogy az a fiú, aki kellene nekünk a mai reggelen, de te vagy az, Tibi, úgyhogy köszönjük szépen, és ezzel már fel is vezettük következő vendégünket, a Paksi Atomerőmű, hát nem tudom most, hogy milyen titulus lehet mondani, de az biztos, hogy én a régi szép időkre emlékezem, amikor ültünk a televízió előtt, és szorítottunk egy férfiért, akit úgy hívnak, hogy Kovács Antal, most már csak rendesbe lehet mondani, Atomanti, szevasz. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad. Ja, ezt nem lehet róla lemosni, most miért? Most mi a baj, hogy Atomanti? Ne, csak egy picit, egy Dévényi Tibi bácsi is. Esítő beletünk. Tényleg ezt így mondtam, hogy itt van velünk Atomanti. Kommunikációs igazgató, az jó most? Hát azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, ez a pontos titulus, de maradhatunk Atomantinál. Nem akarunk, igen, hallgatsz arra is. Az egy érdekes dolog, hogy te ugye az életed folyamán, amikor olimpiai bajnok lettél, világbajnok lettél, nyilván hihetetlen erőt és energiát kellett belerakni abba a melóba, és azt gondolná az ember, hogy akinek ennyire jól megy a sport, az ott akar maradni, azt akarja csinálni az ember. Ehhez képest te váltottál egy nagyot, és itt vagy, most a Paksi Atomerőműbe, és itt vagy nálunk. Mi volt a késztetés? Hogy ide eljussak egyszer hozzátok egy ilyen műsorban. De drága vagy. Itt vagy a csúcson, Istenhoz. Egyébként, és innen hova tovább? Igen. Új célok már nem is maradnak. Az igazság az, hogy a sportban ugyanúgy megmaradtam, tehát rendszeresen edzek, a Mobile Nőségi tagja vagyok, vezetem a sportegyesületet, tehát a sportban nem is lehet elszakadni, de civil foglalkozást is mindenképpen szerettem volna, közgazdász lettem, és így kívülről tudom segíteni a sportot. Az a mennyiségű utazás és hát elfoglaltság, amit a sport jelentett, volt olyan év, amikor 35 hét edzőtábor voltunk. Jézusom!
azért 35 hét? 35 hét. Nekem 34 úgy volt a legtöbb, csak azért mondom, hogy akkor hát tudjuk. Láttam, hogy egy nagyobbat mondasz. Nem, bocsánat, nem nagyképű. Én ilyen hosszú edzőtáborokban nem voltam, 34 alatt mindig kifulladtam. 35 hét edzőtábor. Amikor a sportolói karrieredet csináltad, és nyilván az volt a legfontosabb, melyik volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy azért kéne valami? Tehát ha baj van, ha ott bármi történik, egy olyan sérülés, amikor abba kell hagyni, akkor legyen egy szakma. Ez az elejétől volt. Tehát én igazából nem érsportolnak készültem, én műszaki egyetemre jártam, csak nagyon szerettem judozni, nagyon szerettem versenyezni, és amikor lehetőségem volt rá, vagy úgy tűnt, hogy érdemes ezzel foglalkozni, akkor halasztottam az egyetemen, és úgy mentem olimpiára. De az elejétől kezdve, tehát láttam azt, hogy azért a sportolóknak véges a lehetőség is egy sérülés miatt bármikor vége lehet, úgyhogy úgy készültem. Meg azért a nagyon nehéz dolog egy nagy siker és egy olimpiai bajnokság után találni olyan kihívásokat, hogy az embernek érdemes legyen megint fölkelni, munkát végezni, meg hogy valóban azért mondjuk fontosnak érezze magát, és azért erre készülni kell sokáig. Azért megvan az a pillanat, hogy úgy nyersz olimpiát, hogy te tulajdonképpen közgazdász akartál lenni, csak ment a sport? Érted? Akkor még mérnök akartam lenni. Hát figyelj, ott kikerültem, gyerekek, itt a szőnyeg, ott akkor csináljunk valamit. Olimpiai bajnok Kovács Antal. De már gondolj bele, lehet, hogy pont ez volt a titka, hogy igazából tét nélkül versenyzett, mert tudta, hogy egy baromi jó közgazdász lesz, de egyébként meg kiment az tét nélkül, meg odaverte az egész világot. Tehát, hogy a dolog így lesz. Ezt most viccnek gondolod, de gyakorlatilag ez van. És egyébként ez én azt gondolom, hogy a hosszú távú sikereknek, egyik sportsikereknek egyik feltétele az, hogy ne legyen túl nagy a tét. Ne vegyünk magunkra túl nagy tétet, mert akkor meg tud remegni a kéz, és hogyha az ember ezt virtusból csinálja azért, mert magyar vagyok, kimegyek és széjjel harapom a világot, akkor ez megy. Ha ott én van a felelős... Én így indulok el szórakozni minden szombat este. A következő maratonon mi ketten elindulunk, Tibi, de így tét nélkül. Akkor csak befutjuk, ha nem remeg meg a lábam, én végignyom. A maraton még lehet, hogy egy picit sok lenne, de holnap egyébként, hogyha maradtok, Pakson lesznek egyébként különböző távokban futóversenyek is. Aha, egy 200 méteres. Az körülbelül azt tét nélkül. Egyébként 600 méternél kezdődnek a fájdalmak. Nem, 600 méternél. Ott remeg meg a lábad. A tavaly az új verseny, a legfiatalabb versenyző, a Braun Ákos kislánya, Braun Sára 1 éves volt, és ő 600 métert teljesítette. De úgy építjük fel a távokat, hogy ti is be tudtok szállni, tehát 600 méter. Ne azt mondd, hogy hol tudunk kiszállni. 3 kilométer, és ez egészen 3-4 maratonig van. Tavaly például a Kokó elkezdte a felkészülést, nálunk csinálta meg a 3-4 maratont, amivel utána megcsinálta az egész maratont, és így felépítve jutotta oda, hogy most már nagyon nagy futó lett. Jó, de mondjuk Braun Ákos kislányának a genetikai hozadékát azért a Tibi nem tudnom, hogy tudnám. Amikor a levegőt vette, tudtam, hogy mikor ez kifele jön, ez nekem rossz lesz. Nem hiszem el. A futáson kívül holnap ilyen gasztronómia is van, ugye? Meg már ma is elkezdődik. Élményszerűen kell a dolgokat megfogni, és a futással is úgy vagyunk, hogy a civil szervezeteink énekelni fognak, élőzenét adnak. Minden. A paksi mérnökök kara van ilyen? Hát nem, de most ott lehet, tehát adtál lehet, hogy létrehozunk. Én megcsinálom, de nem. Tibivel tudtok iratni egy ilyen atomdalt, nem? A paksi mérnökök. egy atomhimnuszra mindig jó vagyok. Jó, elgondolkodunk. Ez nem rossz ötlet, elgondolkodunk rajta. Minden résztvevő kap egy paksi Schillert, és mindenkit vendéglátunk egy halászléra. Tehát a futás után, aki beért, az a megkapja is. Jó koncertek lesznek. Tehát egy ilyen igazi közösségi élményt szeretnénk elérni. Egyébként visszatérve testi adottságokra, ez pont egy olyan kategória, hogy nem kell hozzá élsportolónak lenni, hanem szeretni kell mozogni a társaságban. Hát, én mindig nem érzem úgy, hogy rólunk van szó, Feri. Még öregedhetsz, mert a tavalyi legidősebb, mondjuk legtapasztaltabb úr, aki lefutott a 34 kilométert, ez egy 76 éves úr volt. Ő kapta a legnagyobb tapsot. Hát azt meg is értem. Braun Ákos nagypapája. Igen, tehát a genetika megijátszik. Hozzáteszem, hogy én 76 évesen akkor is örülni fogok, hogyha friss cegfű lesz rajtam. Tehát, hogy nem tudok nem, hogy a futás. Havonta egyszer. Vissza hozzád egy kicsit itt a hétvégi programról, hogy az erőműbe vezető út
az neked tök természetes volt? Tehát egy paksi gyerek vagy, nyilván úgy nőttél fel, a 30 éve itt van ugye az erőmű, és azt akartad, hogy ide akartál jönni, a kommunikációért akartál felelni. Ők kerestek meg téged, hogy azt mondták, itt van ez a fiú gyerekek, tök népszerű, ismeri az egész ország, paksi, biztos szereti az atomenergiát, jöjjön ide. Gyerekkoromtól a fizika meg a matek érdeket. Gyönyörű. Igen, mérnöknek készültem. Uránnal homokoztál. Én azt mondtam, úgy gondoltam, hogy megyek, leszek gépészmérnök, tehát ez volt az út, nem ilyen kommunikációs szóvivőnek, meg ilyesminek készültem, de aztán amikor az olimpia kapcsán valamennyire ismert emberé váltam, az irány már utána nyilván ez volt, és egy kicsit magától értetődő volt. Atomerőmű sport, egy esetben sportoltam, Atomantinak hívtak, egyszerűen valahogy... Izotok az... volt a jeled az óvodán. Hát figyelj, elég sokáig viszonylag, most sem vagyok egy nagy darab, de gernyó voltam, hát 192... Korám ne keresjünk szironémákat, és 192 köszönöm. Magassággal voltam, 68 kiló, nem úgy néztem ki, mint akiből gyúló olimpiában jók lesz, hanem inkább egy függőleges kígyó. Inkább... Kifortad magad, hát, azt gondolom. Hát most sem vagyok az a robosztus, de hát úgy néztem ki, hogy kétszer sokszor nevettek rajtam, amikor kiderült, hogy gyúlódom. Hogyha úgy látod magadat, hogy nem vagy robosztus, akkor szerintem cseréld le a tükrödet, mert orsz, én egészen robosztusnak látlak. Egy-két méteres izmos ember. Abszolút. Tehát akkor ők kerestek meg gyakorlatilag, igen, de igen. Benned is megvolt hát ez a fajta. Aha. Igen. Az atomenergia meg maga az erőmű paksnak mit jelent? Mert ugye ez mindig nagy kérdés, azt már elmondtad, hogy neked mit jelent, nyilván örültél, hogy itt volt, itt van, örültél a lehetőségnek, de a város életében, én ezt tegnap este beszéltük, én nem is tudom kinek mondtam, hogy azt gondolom, hogy ez a fajta fejlődés, ami itt van nálatok, azért az nagy részben köszönhető a mögöttünk látható épületben termelt energiának. Egyértelmű, tehát maga a Paks egy nagyon érdekes fejlődésen ment keresztül, ez egy kis halászfalú volt, 10 000 fős halászfalú mezőgazdasági terület, az erőmű érkezésével lett feldúzott átmenetileg 25-re, aha, és most 20 körül állt be. De az a szürke állomány, ami ide került az erőmű építésével, azért meghatározó volt a kulturális életre, az egyéb infrastruktúrális fejlődésekre, és a gyütmentek, ahogy mi neveztük, mi őspaksi vagyok a társaságot, már a teljesen feloldódott, integrálódott, és egy nagyon jó élhető kisváros lett, nagyon jó közeg van, jó az egészségügyünk, az ellátás, egyszerűen nagyon élhető város lett, ez egyértelműen az atomerőmű. Szeretnék ide beköltözni, hogy így szólítanak, hogy gyűjtment. Az embernek úgy mindig jól esik, hogyha a szíves a vendéglátás, vagy a szíves a vendéglátás, nem hány év után nem vagyok gyűjtment. Vagy aki ide költözik, az örökre gyűjtment marad. Gyűjtment. Hát igazság szerint én szerintem nem. Neked már nincs annyi időt, hogy a legjobb barátaim között és vannak gyűjtmentek. Persze. Tehát befogadod, de gyűjtment. Hát eszembe se szokott jutni, mert már annyira keveredett, tehát régen volt egy földrajzi különbség, a gyűjtmentek azt mondták, hogy lemegyünk a faluba, ez volt az óváros, ahogy mi hívjuk, és volt a lakótelep, meg mondtuk, hogy fölmentek a kocka tengerbe. Most onnantól most mindenki elkeveredett, úgyhogy most már tényleg nincs ilyen, hogy gyűjtment, mert feloldódott minden. Meg hát gondolom, hogy az őslakosoknak is, meg a gyűjtmenteknek is az életét olyan szinten meghatározza ennek az erőműnek a jelenléte, ami egy ilyen város a városban. Akkor megláttuk egyébként így, ahogy jöttünk így hajnalban Ferivel végig az úton, és akkor így kibontakozott így mellettünk az erőmű. Azért láttunk már róla a képeket, meg tudtunk róla ezt-azt, de egyszerűen lenyűgözött, tényleg egy olyan, mint hogyha az egész komplexum egy kisebb város lenne, az embermennyiség tekintetében is, meg az épületek mennyiségét tekintve is. Elképesztő. Igen, azért gondold el, hogy itt a magyarországi villamosenergia termelésnek a 46%-a itt ebbe a pár épületbe, ahol majd be fogunk Ferivel menni, itt valósul meg. Iszonyatos energiasűrűség, amit megcsinálunk, ehhez egy nyilván megfelelő kiszolgáló személyzetre van szükség, kultúra, a vállalati kultúra, az oktatás, fenntartás, a saját oktató központunk van, tehát azért ez egy, mindenképpen lehet mondani, mit mondasz, hogy egy kicsit város a városban. Kicsit hat fordítsak már 46%, mert Tibi megakadt, két villanykörtéből egybe innen kapod az áramot. Nem ezen akadtam meg, hanem
azon, hogy, hogyha ennyi energiát elmennek, akkor minek kellettem én, aki köztudottan egy energiabomba van. Hogy nem fog-e besokkalni azért, hogy teszteljük az erőművet, mert egyben energiavámpét is van. Te szemét. Halványodnak a fényekben, nem tudom látom. Gyerekek, figyeljünk, ott a pas nem bírja el Kaszatibit, igen. Viszont a másik, ami kérdésként felmerült bennem, hogy mennyi tévhitet kell egyébként eloszlatni ez az egész dologgal kapcsolatban. 48%-on. Hogy itt nyilván helyiek tisztában vannak mindennel, de mi, akik egyébként mondjuk szegedi meg pesti gyerekek, kevesebbet tudunk erről az iparágról, nekünk mit kell tudni róla, hogy milyen tévhitek vannak? Nagyon sok információ hiány van, ezt mérjük is. Jellemzően, aki tud... 1% csak már 46. Igen. És kutatás volt erre. Jellemzően, aki valami alapvető igazságokkal tisztában, az támogatja az atomerőművet. De Magyarországon viszonylag jó a helyzet. Tehát európai szinten is kiemelkedő az a támogatottság, amit a lakosság tud. Tehát 75-78% között van az atomerőmű támogatottsága. Az emberek jól is tisztában, mert mi vagyunk messze a legolcsóbbak, nem bocsátunk ki széndioxidot. Gyakorlatilag a hulladék mennyisége alacsony. Azt már például kevesebben tudják, hogy ha befejezte az atomerőmű működését, akkor itt zöld mezőik újra, tehát rehabilitáljuk a tájat. Van egy... De ez most 20 év múlva, ugye? Most megkaptátok a hosszabbítást. Megkaptuk a hosszabbítást, tehát ez még sokára van a terveink között benne, tehát sokáig fog még villamos energiát termelni, de minden úgy van kiszámolva, hogy nem hagyunk magunk után semmit, ha majd egyszer lebontják az erőművet, akkor zöld mező lesz. Semmilyen más erőmű. Mi van az elhasznált fűtő elemekkel, vagy hogy hívjátok ti ezeket? Téne van a hátul a szufra. Továbbiakban csak bigyók. Bigyék, ugye? A bigyók. Mi van a bigyókkal? Fáktól nem látod, itt van egy átmeneti tároló, ezeket a mi saját területünk, illetve most már a hulladékkezelő KHT területén tudjuk kezelni. Tehát igazából még nem dőlt el véglegesen a sorsuk, mert hogy ezeket még lehet használni. Lehet használni, később tartalmaznak még olyan anyagokat, amik hasznosak lehetnek, de ha úgy döntünk, akkor megvan a megoldása. Persze minden átócettig minden. Ezeket elszállítják egy másik országba egyébként? Erről nem született még döntés. Fejlődő országoknak eladjuk. Nem. Ez érték. Tehát ezt mi nem is hulladéknak tekintjük, hiszen az atomerőművek fejlesztésénél van egy olyan irány, ami szerint ennek még a legnagyobb részét ki tudjuk használni. Mindig azon gondolkodom, hogy ha ez veszélyes lenne, az például ez a tároló, akkor nyilvánvaló, hogy egy város lakossága nem járna ide dolgozni. Mondjuk annak oka van, hogy engem ültettetek közelebb hozzá. Hát, hogy nem véletlen a dolog. Plusz nálunk van ilyen különböző mérőműszer, itt a technikus kollégák felszerelkeztek, hogy bennünket te nem fogsz megállni, hogy itt megy a dumasz, közben pittyeg a, hogy mondtuk, Gergely Müller stroboszkóp, hallottunk ilyet is már, de nem pittyeg, mert hogy nincs ami pittyege, hiszen épesző emberek vagytok, ez nem játszatok az életetekkel. Itt az atomerőmű környékén nem tudod megmérni azt, hogy itt atomerőmű van. Tehát olyan a háttérsugárzás, normál háttérsugárzáshoz képest egyszerűen kimutathatatlan. Tegnap este mondtál egy példát, hogyha basszus, én akartam rá kérdezni. Rajta, te meg, csináld meg. Miért vagyok tématolva? Együtt ültünk annál az asztalnál, ahol amit vitatkoztok, meg is kérdezem. Beszéltünk tegnap a repülésről. Azt mondtok, hogy repülés közben szöldsugárzásért egyébként, mint amennyit a reaktorból, vagy innen az erőmű közelében kapnak. Az erőmű közelében nem, tehát az, hogy az erőmű közelében vagy, ez nem... Nincs jelentőség. Ez is hülye vagy a raktor. De ha beszéljünk a repülésről. Be fogunk menni, akkor nagyjából körülbelül tudjuk, hogy mi fog bent történni. Annyi terhelés ér, amiből 50-szer be tudsz jönni úgy a reaktorba, mint reaktor közelébe. Olyan sugárterhelést ér legfeljebb, mint ha elmész egy London. 50-szer el tudsz menni Londonba, meg vissza. Nem, 50-szer be tudok menni, bocsánat, mint hogyha egyszer elmész Londonba. Tehát repülés közben nagyobb terhelésnek vagy kitéve, mint hogyha bármikor. Tehát köszönöm, hogy segítettetek, egy kicsit majdnem belebonyolódtam, tehát amikor kellő magasságra... Közel vissza Tibihez, csak ennyi. Elkaptam valami fertőző. Tibinek a szállt. Bárkinek a beszédkészségét magammal tudom rántani. Tehát ha légkör nem véd meg a világűrből jövő sugárzástól, akkor például nagyobb, sokkal nagyobb terhelést kap egy pilóta,
nekik őket is mérik, mint nálunk, aki bent dolgozik. Tehát Ferit semmilyen veszély nem fenyegeti bent az erőmű, mert legfeljebb az, hogyha mondjuk a jobbra téved, balra téved, hogy megnyom egy olyan gombot, amiről mondtad neki, hogy ne nyomja meg, akkor legfeljebb mellbe rúgod, és azt kiáltod rá, hogy this is Paks! És berepül egy urándúsító verembe. Hát azért megyek én a Ferivel, mert más nem bírná el vele, hogyha esetleg rosszat tévedni, erre fogunk elvigyelni. Már repül is. Mindig tomboló vadállattá válok, ha erőműben vagyok. Tegnap felvetettünk egy dolgot, amire nagyon komolyan összehúztad a szemöldöködet. Ugye itt minden hónap első hétfőjén, ha jól tudom, akkor van a Sziréna próba, amit Paks lakossága már megszokott, és én eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha ezt itt csak így péntek reggelén megpöccinteném egy kicsit. Hát baromi nagy buli lenne szerintem. Erre Anti azt mondta, hogy agyonverlek. Ha csak megközelíted, de nem is tudom megtenni. Persze. Azért úgy vannak a védelmi rendszereink, mondtam, hogyha meg tudod csinálni, akkor vendégen vagy valamire, mert akkor találtál részt a pajzson is, ezen tudunk fejleszteni. Rajta vagyok. De, hát attól függ, hogy mit ajánlatsz föl egyébként, tehát mire vagyunk. Nekem aztán meggyőződésem, hogy ez nem egy egyszerű történet, hogy tudom, hogy határtalan képességekkel bírsz, és egy nagyon jó autód van, bírom a márkát. De ezt nem. Márka testvérem, csak mondom, hogy alfás, úgyhogy nagyon vigyázzál. Tehát attól, hogy az autója nem jó, még a humora lehet jó. Attól, hogy alfás vagy, nagyon sok mindenre képes vagy, de itt az erőmű problémát te sem tudsz oldani. Igen, Superman nem lettem. Tehát ahhoz még az is kevés lenne. Meg hogy hát törött orral könnyökkel érte, nem fogod elérni soha. És még vezetni sem fogsz tudni. Hogyan visz te közelebb egyébként mondjuk a gyerekekhez, vagy a fiatalokhoz, vagy a családokhoz egyébként ez az egész programot? Tehát vannak erre programok, ez a fogadj örökbe egy atomot, vagy ilyen jellegű dolgok? Figyelj, minden szabadat isszuk, tehát fogunk rá figyelni, hogy esetleg ezt az örökbefogadást beemeljük a programba. De egyébként a dolog lényeg, hogy igyekszünk minél közelebb hozni, elmagyarázni, közérhetővé tenni az embereknek, a családoknak bemutatjuk, hogy ez mennyire emészthető. Tartunk egy nyílt napot, amikor a környékbeli települések teljes lakossága 3 évestől 90 évesig eljön. Most volt. Tényleg, körülbelül így van. A 80-90 éves nénik jönnek, és ismerkednek, beengedjük őket, megnézhetik a dolgokat, minden kérdésre válaszolunk, és egyébként hadd dicsekedjek azzal, az elmúlt 15 év alatt majdnem 500 000 látogató volt, aki eljött és megnézte, és jellemzően az van, aki egyszerűen bejött, akkor látja, hogy milyen rend van, hogy állunk hozzá. És azonnantól visszajár. Tehát, hogy akkor pont most készült egy felmérésünk, nagyon sokan szeretnének újra jönni, visszajönni. Feltöltődni egy picit. Jó a büfé. Vendégül látjuk az országot, tehát civil szervezeteket hívunk az ország minden részéről. Be lehet jelentkezni? Be lehet. Figyelj, két hónapra előre be vannak töltve az időpontok, mert olyan az érdeklődés. Tehát tényleg az embereket ez érdekli, nagyon jó ki van találva, van látogató folyosó, tehát ahova téged bevisznek a reaktorban, te bejebb leszel, megmutatom neked, hogy honnan lehet integetni. Tehát, nem bemész, Feri, bevisznek, érted, ugye? Azt a összegzésként itt az első fél óra beszélgetésnek a végén elmondhatjuk, hogy attól szoktunk félni, amit nem ismerünk. Nagyon jó fogalma. Ugye? Tehát ha az ember megismeri ezt a dolgot, akkor nyilván majd máshogy néz rá. Még arra kérlek, hogy maradj egy picit, jó, most elmegyünk a hírekre, mert nyilvánvaló, hogy mindenkiben megfogalmazódik az a kérdés az elmúlt évek, bár hát olyan nagy katasztrofákról nem beszélhetünk, de itt volt ugye Fukushima, előtte ott volt Csernobil, hogy erről beszélni kell, még ha te azt gondolod, hogy nem, én meg azt gondolom, hogy igen, hogy van-e reális veszély. Már pedig ez nekünk az egy pálya, érted öreg, ugye? Most itt mi vagyunk, majd bent te leszel a főnök, de most itt kint még mi. És van most még egy nagyon... Nagyon van olyan kérdés, amire ne tudnánk válaszolni. Most itt lubickolsz a mi medencénkben, érted? Kicsi hal. Igen, egyébként ha túl durvát kérdeztek, akkor közel vagytok. Nem, sem durva, nem, ez de még egy dolgot mindenképpen meg fogunk kérdezni, de természetesen csak majd a hírek után, hogy a Paks környéki erdőkben találtak-e már ellásott Greenpeace-est vagy radiológus. 4 percen múlt el, 7:30, jövünk vissza. Ez itt a Morning Show. Pontosan 3:40, jó reggelt, sziasztok, a Morning Show Kaszatibivel kiegészülve Pakson. Aki semmiképpen nem Sebestyén Balázs, és nem is próbálnak az lenni. De mi, beleolvastál az SMS-t? Nem, szándékosan nem kapcsolom be az SMS falat, nehogy rám boruljon. Nem is kell, Vadon János kolléga is itt van, jó voltál a szendvics. Tökéletes volt, tegnap ettem utoljára, de az nagyon finom volt. És a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója, valamint olimpiai és világbajnok emberünk, Kovács Anti a vendég továbbra is. Folytassuk azzal, amit bekérdeztem.
aminek nem örülsz? Vagy örülsz, ha megkérdezik ezt? Veszélyes-e az atomenergia? Veszélyes-e Paks mondjuk egy Fukushima árnyékában? Ezt a kérdést nem lehet elkerülni, hiszen az embereknek az atom, magával atom szóval Hiroshima Nagasaki óta, tehát van egy ilyen tartás. Erre utána még ráerősített egy két esemény, de ha számokat nézzük, akkor az atomenergia még mindig a legbiztonságosabb energiatermelések egyike. Ha nézzük a kibocsátásokat és az egyéb tényezőket, az energiasűrűséget, akkor pláne így van. Arra nagyon kell vigyázni, hogy a lehető legbiztonságosabban működtessük. Arra mi nagyon büszkék vagyunk, hogy gyakorlatilag az atomerőmű működése óta folyamatosan javítottuk a biztonságot, és Fukushima után az Európai Unió egy ilyen stresszteszt, amit a közvélemény tesztként ismert, megnézte az összes európai atomerőművet, és a legjobbak között volt a miénk. Egyszerűen olyan biztonsági filozófia van, hogy amikor beszéltek arról, hogy mit kéne csinálni, akkor azt mondták, hogy és a paksiak, tehát a magyarok már megcsinálták. Hányszoros túlbiztosítás van, ha egy számot kell mondani? Hát ezt nem lehet így... Ötszörös, tízszeres? Nem. Tehát helyből maga konstrukcióban nagyon sok, és utána minden fontosabb berendezésből három van, amiből egy is el tudná vinni a rendszert, de... Mármint a biztonsági, berendezésekből. Erről majd inkább a biztonsági igazgató mondjon többet, nem akarom lelőni az ő poénját. Az dolog lényege, hogy annyira... Van neki? Persze. Biztonsági igazgató. De az nagyon komoly vicces emberek, nem? Nagyon komoly arccal fog... Nagyon kell figyelni a poénokat, megtaláld abban, amit mond, de lesznek. Tehát szakmai lesz egy kicsit. Szakmai. Lesz. Sosem tudtam, hogy a bátyám itt dolgozik. De tehát nálunk a maga konstrukció, tehát ez egy negatív visszacsatolású erőmű, nem történhet olyan probléma. Tehát láncreakciót nem tudsz beindítani, bármit is csinálsz. Láncreakció megy, de ellenőrzött körülmények között. Én azt szoktam mondani, hogyha bemenne öt atomtudós, aki nagyon rosszat akarna, ő sem tudna. Gazdasági kárt tudna csinálni, tehát mondjuk leállítaná az erőművet, lehet tudna valamit csinálni. Felborítani néhány virágot. De olyat, amit az előbb kérdezte, hogy mondjuk robbanás legyen, vagy bármi kijusson, egyszerűen, ha direkt nekiáll sem tudja, olyan passzív berendezések, biztonsági berendezéseink vannak, hogy... Na most azt értjük, hogy öt atomtudós, de két elszánt, tehát Tibi meg én. Azért mi rendbe tudnánk. De két rossz szándékú. Ezt akartam mondani, hogy öt atomtudós nem, de még ti se. Ja. Kommunikációs igazgatókat nem lehet mondani, hogy most csak segíteni próbálom a dolognak a PR-ját, hogy negatív visszacsatolás, ugye ezt mondtad? Hát pozitív irányba kell elvinni, tehát nem, de olyan rossz az üzenete, érted? Tehát, hogy nem, hát abszolút... az azt jelenti, hogy ha esetleg ahogy haladunk előrefele a reaktor felfűtésében, mindig visszaüti saját magát. Tehát nincs, hogy mondjuk begyorsul az esemény, és nem tudjuk kontrollálni, hanem nekünk folyamatosan kell tennünk azért, hogy tudjuk a reaktivitást fenntartani. Kicsikét egyébként a laikus kérdést fog feltenni, tehát hogy nem, tehát mit akar az atom, és kitette oda? Tehát. Az atom csak azért van, hogy energiát termeljen az országnak, és ennél tisztában, ennyi hatékonyabban. De szereted az atomot. Igen. Neked igen. Itt egy hallgatói kérdés van, és nagyon fontos tényleg, hogy az erőmű kap-e villanyszámlát? És van-e alatt egy vegyes üzenésű ilyenkája? Nektek van-e? Nagyon jó a kérdés. Az atomerőmű a saját termeléséből van egy önfogyasztása, ami egyébként elég jelentős. Azt lecsípjük, és innentől kezdve kifele már nem. Tehát mi nem adjuk be a rendszerbe azt, amit mi saját magunk elfogyasztunk, úgyhogy mi ilyen értelemben villanyszámát nem. És te tudsz hazavinni belőle? Nem. Szatyor áramot? Nem. Vagy kifele úgy van ellenőrzés, és egyébként megnézzük, hogy van-e nálad áram? Vagy áram? Atom az egy pár lehet, de áram az semmiképpen. Tehát azt nem tudsz vinni. Hoztál nekünk ajándékot, ezt köszönjük szépen, ez egy kis tájékoztató kártya, amiben van, hát gyakorlatilag egy ilyen fél fejfájásnyi tabletta méretű kis szerkezet. Ez megfogja a hasmenést is, ugye? Mert olyan széntablettás. Ez igen, micsoda? Ez egy kis kapszula, azt mutatja, hogy ekkora mennyiségű urannál, ez egy ilyen 0,9 cm magas félcentis kis kapszula, ebben egy család éves energiaszükségletét elegendő uránt
található. Üzenem a szomszédoknak, hogy fél-fél évre megvagyunk. Igen. És majd ketté arabjuk otthon. Az a jellemző dolog, hogy az keletkező hulladék mennyisége is. Tehát most itt ülünk egy stúdióban, ezt aki esetleg látja holnap, hogy mekkora a stúdió, tehát kétszerekkora helységben két évre elegendő kazettát tudunk tárolni. Tehát hogy azt úgy képzeld el, hogyha itt a gáz kapcsán már érezték az emberek, amikor lezárják a gázcsapot, akkor probléma van. Ha bármi mondjuk történik, akár nemzetközi konfliktus, és lezárják a dolgokat, mi két évig akkor is a teljes magyar lakosságot, küzemeket, iskolákat el tudjuk látni villamos energiával. Tehát ez a mindenkinek is jön eszébe, hogy Paks erről is tud gondoskodni. Kassa Tibi pedig ugyanez slágerekkel. Így van, tehát én is dalokkal megvagyok, és egyébként egy ekkora helységben pontosan ugyanezt csinálom, én is kazettákat tárolok. Tehát amit nem tudtunk eladni, ugyanekkora helységben tárolok. Na, ha már dalok, Anti, köszönjük szépen, de itt maradsz velünk még 10 óráig, a következő óra végén majd mi bevonulunk, akkor találkozunk a biztonsági vezérrel, akinek a forrás mélyen van, a vicces fiú. Bent vár a két igazgató, bent fognak várni. És akkor... Jó, de Feri bemegy az erőműbe, mi pedig majd a Tibivel ellátogatunk a helyi játszóházba, a Tom és Jerrybe. Ez milyen hülye. Óven bácsi, Beru néni. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mind dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Jó reggelt, Tom és Jerry, nem hiszem el. Szia, Gergő! Vagy nem? Nem tudom, ki a Anita játékos? Vagyok. Anita, ezt mondom én, és akkor megzavarta a Tom és Jerry. Anita, honnan hisz bennünket? Német kérdő, Paks mellől. Jaj, de jó. Voltál már az erőműben? Még nem volt szerencsém. Azért beszélj el lassan. El tudunk neked intézni egy látogatást, hogyha gondolod, ha meg akarod nézni. No, kérem szépen, akkor már is mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Hoppa. Nálam alszanak is. Mellém söndörött. Nem, te nem vagy otthon, úgyhogy nyugodtan tudnak aludni. Az egyikőjük énekelni fog, figyelj. La. Ja. Ó, pedig nagyon ismerős. Megmutatjuk még egyszer. Jó. Hát nem egy ilyen változatos dallamvilágú. Igen, ez csak mint a évdalát kottaként kilőnék az űrbe, nem lennénk rá büszkék. Igen. Majonéz, mutassunk hosszabbat? Ezt nem te írtad. Mutassatok, igen, nem jut eszembe. Jó, hogy egy hosszabb rész. Igen, de nem jut eszembe, hogy... Hát ez legenda volt, aki ezt megírta, annak nincs baja a világban, a jogdíjilag. Hát ő nyugodtan alhat, azt gondolom, hogy élete végéig egy, és azt gondolom, hogy lesz miből kell csapot vásárolni a családnak. Új, de jó baj. Anita, ennyi segítséggel. Ó, nem jut eszembe. Nem lesz itt ketchup. Mutatjuk az eredetit. A ketchup szal. Igen. Ugye? Beugrott most. Már igen. Sajnálom. Igen. Sajnálom, de egyébként egy plusz ajándékunk van, azt megkapod. Úgy tudom, ugye, hogy még Norbizunk ezen a héten. Így van. Update-ilag vagyok oda, érted? Én, úgyhogy ezt elküldjük majd neked, de a Klassz FM-es ajándékcsomagot nem adjuk. Jó? Sajnálom. Köszönöm azért. Legközelebb menni fog. Jó? Jó, köszönöm. Köszönjük, puszi Anita. Szia, 3 perc múlva lesz. 8 óra jövünk vissza a hírek után. 8 óra múlt 11 perccel, sziasztok, egy hallgatói SMS-sel kezdenénk. Feri, most kedd van, vagy péntek? Kassa nincs. De van! Ezért egy csak jár neked, jó? Abszolút. Egy ilyen csak jár. Budaörsi út az autópályától kezdve haladni, csak lépésben lehet, jók vagy tök. Lil, köszönjük. 76-os úton mérnek Bőszénfabel területén, 11. kerület Alkotás, Villányi, Karolina és környéke áll. Ez Peti írta, és sajnos van egy balesetünk is János Somorjánál, 3 személyautó ütközött a 86-os főúton, óriási a torlódás, ezt pedig kamionos Pistitől kaptuk. Köszönjük szépen neki. Na milyen Paks? Most, hogy beleborítottam a számítógépet, ezt a fél literes most, hogy felborítottam egy fél literes vizet. Szerintem valami jó egyébként, és nagyon jó maga az egész beszélgetés, mert még én is, aki döbbenetesen tájékozott vagyok, a világ szinte minden területén. Ez tehát, hogy nagyon kevés fehér folt van az én tudás állományomban,
De azért rengeteg érdekes dolgot elmondt az Anti tényleg ez az egész atom témakörrel kapcsolatban. Én továbbra sem kaptam arra megnyugtató választ, hogy kitette oda és mit akar az atom. Tehát, hogyha például 90 éves néni mondjuk bemegy egy ilyen üzemlátogatásra, akkor mondjuk ő érezheti azt, hogy egy pillanatra úgy érezte, hogy az atom megharapott. Tehát, hogy úgy, és azt még eláruljuk nektek, hogy közben Tibi marketingesé lépett elő a Paksi atomerőműnél. Nagyon jó gondolataid vannak, tehát a fogadj örökbe egy atomot, ezt már mondtad. Hát ez egy családi program, a fogadj örökbe egy atomot, vigyél haza egy atomot egy napra. Tehát, de hogy ezt meg is tudná valósítani, tehát már megvan, hogy valószínűleg erre céged is van, aki gyártaná, pórázon egy atommag. Teljesen és ezt jó. Lehetne venni a látogató központban. Mert ugye nyilván azért az atomnak is vannak szükségletei, tehát le kell vinni, lefuttatni tudod, mert különben mindent feltúr. Tehát le kell mozgatni azért az atomot, de tele van energiával. És egyébként szerintem az Anti nem mondaná rá nemet. Hát biztos vagyok benne, hogy nem ellenkező, az a dolog megoldható, akkor ezt ő meg is oldaná. Tegnap is így gyakorlatilag a teljes vacsoránknak körülbelül a 70%-a arra ment el, hogy Feri megpróbálta sarokba szorítani őt, de nem tudta. Egyetlen olyan antitézis előhúzni. Jó, de jó. Amire ne tudott volna válaszolni. Támadtam, cseleztem, kikerültem, lehajoltam, hátulról mentem neki, lepattam. Nem, de azt egyébként jó látni, hogy ez a profi, abszolút profi szellemiségű nyilat kozatok, amiket ők produkálnak, hogy egyfolytában úgy beszélnek, mint hogyha forgatna a híradó, nem? Tehát, hogy annyira profin és annyira pengén beszélnek folyamatosan, ami azért példaértékű. És nyilván azért a barna medve és az atom nem játék, ugye ezt szoktátok mondani, hogy az nyilván... És nem ital, azt, hogy nem ember, ugye, bocsánat, de így van, és az atom nem játék. Az atom verve jó. Tehát, hogy... És az urán nem szárazba. De az a lényeg, hogy nyilván ezzel nem lehet azért annyit viccelődni, tehát nyilván nekik azért ezt a fajta hangvételt, meg ezt a fajta precizást. Lehet, csak már a legtöbb poént itt lelőtték, tehát, hogy... Mi azt hiszük, hogy újat mondunk, de ezek önök már... Alig várom a biztonsági szolgálat főnökét, aki tudod a rejtett humorra jön. A következő órában behatolunk a 4BL primer körbe, ezt látom magam előtt. Izgi hangzik egyébként. Figyelj, hatoltál te már be 4BL primer körbe? Nem egyszer. Feri, köszönöm a kérdést, megmondom őszintén, hogy maradandó. Na jó, van, akkor most nem te mész, hanem én. Úgyhogy a heti pénteken 9 óra után jelentkező rovatunk, a Peti hetes, az most korábbra csúszik. Jó, úgyhogy ezt most megcsináljuk, mert utána már bent lesz. Atom. Atom jó. Foglalkoztunk mi is Dzsudzsák Balázzsal, kitűnő. Hát most sokan várjál, újra kezdve. Foglalkoztunk Dzsudzsák Balázs focistával a héten, akinek a legnagyobb, hát hogy is mondjam, visszhangot kiváltó tevékenysége nem csak a focizás volt, az ugye múlt héten volt, amire egy kicsit fölkapta a magyar nép az arcát és a hangját. Ez volt a Románia elleni mérkőzésünk. Aztán volt ugye egy magyar észt, amit hát szépen hoztunk, de a kettő között eltelt napokról, pont az észt meccs után Dzsudzsák nyilatkozott a magyar televíziónak, ami önmagában érdekes volt, mert úgy beszélgetett a riporterrel, hogy ő közben nézett valamerre máshova. Tehát se a kamerába, se a riporterre egy pillanatig nem nézett rá, és egy viszonylag pikért lekezelő kis nyilatkozatot adott, ami nem arról szólt, hogy most örülünk annak, hogy megvertük az észteket, hanem arról szólt, hogy a magyar közönség, hát nem akarok nehéz nagy szavakat használni, de alávaló, hogy az elmúlt 3 napban őket bántották. Hát vagy valaki pukizott és családtag volt. Ja, és a korona néző nem áll, Sanyika, nem áll. Nem látod, hogy nyilatkozok? Hát, igen, de így a fingasz. Hát, miközben próbálom egy határa. És hát ezen befeszült, tehát ő alapvetően egy nagyon pozitív hangvételű, jó üzenetű nyilatkozattal készült, de ezen annyira befeszült, hogy ez elvitte az egészet. Igen, és akkor ezért nem is beszélt a győzelemről túl sokat, hanem arról a 3 napról, ami a 2 mérkőzés között eltelt. A mérkőzés előtti 3 napban rendőri kísérettel kellett aludnunk. Biztonsági őrök követek még az étterembe is, ez fájó pont a csapatnak. Jó, nekem, bocsánat, hogy szabad vágok, ez azért furcsa, mert egyébként pont a Balázs volt az, aki még a romániai kellemetlen 3-0-ás meccs előtt nyilatkozta azt, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy fél-e attól, hogy milyen arénába fognak bemenni, illetve hogy tart-e attól, hogy az 50.000 drukker majd annak az 50.000 drukkernek a szurkolása rá fogja nyomni a bélyegét az ő vagy az ő játékukra, akkor ő azt mondta, hogy ő játszott már durvább közegben is. És ehhez képest mondjuk a játékukon pont az látszódott, hogy egy picit megvoltak szeppenve. Tehát neki egyébként ezektől a reakcióktól nem kéne nagyon meglepődnie.
Igen, hogy ott van egy ellenséges csapat, és van neki szurkoló tábora. Meg hogyha a szurkolók esetleg ugye? Előveszik őket, azért ezen sem kellene, mert hogy ez benne van a pakliban, ez gyakorlatilag a világ minden táján így van, és mi is beszéltünk róla, hogy adott esetben mondjuk Dél-Amerikában ennél azért komolyabb következményei is lennének annak, hogy jönnek macsetával számon kérni. Autózni. Igen, de azt hozzáteszem, erről beszéltünk az előbb. Szajosz, de egy lábbal is fogsz utána gólokat rúgni. Hogy erről azért beszéltünk, hogy az egy picit azért szerintem egyre szélsőségesebbnek tűnik az elmúlt 1-2-3 évben, ahogy reagálnak az emberek az ilyen dolgokra. Tehát míg mondjuk egy ilyen negatív dologra azonnal ott van mindenki, és azonnal ott van, és nagyon keményen mar, addig mondjuk egy pozitívabb, vagy egy sikerért nem kapod meg azért ennek pontosan az ellenoldalon. Figyelj, megmondom, miért van ez, és akkor nagyon picit komolyra fordítjuk a szót. Azért, mert... Azért van, mert közben az emberek azt látják, hogy azért a labdarúgásban, a magyar labdarúgásban áramlik a pénz. Ehhez képest viszont az eredmények nem nagyon jönnek. És ezért válnak türelmetlenné. Ennyi. Így van, plusz ugye népszórakoztatás lenne a foci. Ki akarsz járni meccsre, öröngeni akarsz és örülni a csapat győzelmének. Egy mondatra visszatérnék csak egyébként a nyilatkozó fiatalembere, Dzsudzsák Balázsa, akinek az első nyilatkozata a Románia elleni meccs után viszont jó volt, amikor azt mondta, hogy itt nincs mit megmagyarázni, nekünk most mélyen kussolni kell. Na most ehhez képest 3 nap múlva, amikor megnyerték az észt meccset, egy ilyet mondani, tudod, ez ennek a tükrében egy kicsit véleményes. Közben megsértődött egy hangyányit van. Tehát nem úgy alakult, de elmúlt 3 nap, az kicsit beledurálta magát. Kicsit beledurálta magát. Elolvastukatta a kommenteket, az főszívta magát. Na nézzük, hogy Peti mit írt erről, és mit énekel. Reagálni, nem? Még keresem a szavakat. Még keresem a szavakat. Akkor sem mondaná azt, hogy jó volt. Tök jó volt. A következő hírről is beszéltünk már, a 10. irodalomkönyv borítóját, hát kicsit elmérték, azon egy deszkakerítés, avagy mások szerint egy iskolapad, egy régi típusú iskolapad látható, a közepén, a könyv kellős közepén, ebbe a padba belekarcolva pedig ott van egy férfi nemi szerv. Igen, a párom egyébként meg is jelzte, hogy miért már Tibi rajta vagy? De a méretből vagy a formából? Mind a kettő, tehát azt mondta, hogy Tibi rajta vagy a könyvben. József Attilát vette elő, jó érzékkel, egyébként a mi Petting, és a Születésnapomra című versre hajaz egy kicsit. Na, most következő ebben opusz. Nem tud belekötni Tibi, mert nem ismer. Az eredeti. Vers mindenkinek. Polgár Péter, 10. irodalomkönyvemre. 10. srác lettem én, irodalomkönyv fedelén, cuki, kuki, hibája a faanyagnak, és csak a perverz agyaknak, rücskös, fütykös. Mire tanítesz, kérdem én, tán a tananyag lesz kemény? Mi más? Szívás? Vagy toldi vastag szárúdja, mi Buda irányát tudja, s mutat utat? Vagy ifjonc költő hevesen, vágyaktól fűtve sebesen, kutat lukat? Tanári pálca szép lánynak, ki a jobb jegyért dől ágynak, térdel s érvel, a suli csak padkoptatás, szűnik a nyelvtan oktatás, a zárszó szárszó.
Na, ez nekem jó, ez volt. Jó volt, köszönjük, Peti. És akkor az utolsó hír, amivel ő foglalkozott, 13 plasztikai műtétet hajtatott végre magán egy filippínó fiú. A cél az nem az volt, hogy nő legyen belőle. A belugává válás rögös útjára lép. A nagyon szép a beluga, de nem az akart lenni. Mi akart lenni? Superman. Hát, de Superman csak egy rúd lenni. Hát vegyen föl egy piros palástot a birka. Ez az, hogy melyik Superman megformáló színészre akart vajon hajazni, illetve mi a Superman jelzője. Tehát amikor így beugrik Superman, mit mondasz? Milyen ő? Előre teszi a kezét, az repül. De ezt meg tudod csinálni műtéttel. De szerintem ebben jobban járt volna, hogyha mondtam, kicsit eszik egy atomot. De hogy, és mit műtettet magán egyébként? Miről szól a hír? Bőrfehérítéstől az ajak feltöltésig sok beavatkozást végrehajtottak, hogy Clark Kenthez hasonlítson a férfi. És hol tartunk meg? Ne, állítólag most kész van. 300 ezer pezót, másfél millió forintot költött a hobbiára. Hát ott akkor elég olcsó a történet, hogy a képregény hősre hajazzon. Eljutott arra a szintre, hogy már az utcára is Superman jelmezben és séróval megy. Egyébként egy ilyen ajakfeltöltésre most esküszöm elmegyek. Akartok egyet, hogy kedden? De hogy melyiket? Hát figyelj, a felsőt hozzáhúzni az alsóhoz, vagy igen, mert volt, majd meséltem nektek, hogy a beszédtanár mondta, hogy csukja be a száját, mondom, legyen erős, csukva van. De egy ilyen ajakfeltöltés, ez egyébként jó munkát. Elmegyünk, Jani, ketten? Te fogod a kezemet, amíg nekem feltöltik. Jó, nekem ez szimpatikus. Jó? Föltöltjük a felsőt az alsóval, és akkor egészen összeér. Jó? Megnézném az eredmény, mert Superman attól még nem leszel. Föltöltsem a felsődet az alsómmal. Föltöltsem a felsődet az alsómmal. Na, ezt nem folytatjuk tovább, inkább meghallgatjuk Petit. Régi szépen. Jaj, de jó, én ezt kövezetek meg érte, de egyébként nem kell, mert bármikor, bárhol vállalom, én ezt a szikorát nagyon szerettem. Annyira laza volt, annyira zsigeri volt, annyira csípőből tolta, hozta ezt a műfajt, hogy hát, nagyon, de nagyon rendben volt. Táncoltál is erre, micsoda bulira? Figyelj, nekem a Rock'n'Roll Party 1, az megvolt a Hungáriától, és rommá játszottam. De hát nagyon még nem voltál rocker, vagy ez mit tudom én, itt délutánunkért egyszer belefért. Na, a szó, amit keresel, a botlás. Na most erre csak annyit mondanék, hogyha a Lemmy Kilmisternek, a Motorhead frontemberének, a világ egyik legnagyobb rockerének belefér az, hogy a bőrjakójának a... Abba felirat van rajta. Egyébként nem abba, hanem Elvis kitűző van, akkor nekem is belefér az, hogy szeretem a Hungáriát. Elvis azért a rock'n'rolltól egy kicsit ugye elég komolyan csinálta, tehát szerintem azért van párhuzam egy Elvis Presley-féle előadásmód, meg ahogy ő élte az életét, hát, Lemmyvel, csak Lemmy még túlélt, tudod? Igen, fenyő meg a mi Elvisünk, tehát, hogy hát nem jössz nagy ki pénz, jól. Nagy foci, kis pénz, kis foci. Kis Elvis. Azt tudtátok, hogy 13-a van? És péntek. Ma? Aha. Akkor ezért ébredtem ilyen furán. Ez lehetett az oka. De hogy? Mi? Hogy ébredtél? Hát kimentem, rögtön átjöttem egy adag törött tükrön, akkor egy fekete macska átment előttem, majd hoztam magammal egy disznót, hogy malacom legyen. És kiborítottál egy üveg sót. Ezek mennyi szel? Bármelyik. Mert azért egy ilyen parás fiú vagy.
Ne picit, a szó, amit keresel, a parázs. Ja, parázs. De egyébként, a legtriviálisabb dolog jelentsen a szó bármit, és az, az egyébként a lekopogás, amit ha péntek 13 van, ha nem, azt mindig csinálod, nem? Tehát bemondasz valamit, ami, ami szeretnéd, ha úgy legyen, vagy éppen most ebben a pillanatban nagyon jó, és már keresed a fát, és kopogod le balla. Nem? Azt minden nap csinál, de különben elmegy a szerencse, vagy nem fog teljesülni. Tehát a lekopogás az egyik legtriviálisabb. Arra kérlek, hogy a, vagy persze, hogy a gombodat megfogod, hogyha mondjuk látsz egy kéményseprőt, az így belefér, de a hátad mögé ne köpjél úgy, hogy nem nézel oda. Jó? Léci, mert a múltkor is. Mi, mire kell a hátra köpés ebben? Olyan is van, igen. Hogy de az mire, gyógyír? Nem tudom, kérdezz meg egy... Megkérdezem anyámat. Egy tenyérből jósolod. Hát az, az mindenképpen van, tehát ha már elmész otthonról, és mondjuk valamit otthon felejtettél visszamenni... Leülni. Arra, én nem akarok már visszamenni, tehát hogy, hogy ez a feszteng szólt, hogy jó, akkor ez is egy szarnap lesz. Vissza kellett mennem. Vissza, hát nem visszamegyek, nem de feszengek tőle. Hát, hogy rácsörögsz Gáborra, hogy menjen is. Igen, hozd már ki. Mindketten kimegyünk, Gamesz, menj már vissza. Az ellen jó módszer, hogyha vissza, hogy ne legyél szerencsétlen, hogy visszamész, leülsz és tízig számolsz. De ne hűítsél már meg, mit a jó módszer. Az jó módszer, mert most nem mersz visszamenni, mert szerencsétlen leszel aznap. De nem elég, hogyha hátra köpök egyet a vállam fölött, és... Nem, ha vissza nem kell jó. Menni a Gabesznek, és le kell húzni a helyettet. Jó, vagy menjen vissza a Gabesz, és én hátra köpök, és leköpöd a Gabesz. Leköpöm az Andit, akinek emiatt vissza kell menni átöltözni, ő pedig bent köpi le a Gabeszt. Igen, és akkor mivel már ketten benn vannak, valaki ki tudja. Hát nem, mivel ketten benn vannak, most le is ülhettek, mert úgyis elkéstünk. És tízig elszámolsz, akkor ezzel egyébként a szerencsétlenséget távol tartod magadtól. Ezt nagyon komolyan mondom, én bármit otthon vagyok, én leülök, ha visszamegyek. Komolyan fekete mondod? Macska, jobbról vagy balról? Mindkettő irányból rühellem is ugrám. De nem, mert azt mondjuk, mert hogy miért tud előttem? Tehát, hogy, hogy egyébként a fekete macskának szerintem a legrosszabb a PR-ja, és állítok, van egy ilyen kimutatás is, hogy a, hogy a fekete állatokat pontosan ezért nem is szívesen fogadják annyira örökbe. De hogy, hogy tényleg, hogy a fekete macska, tehát az atom példáján, hogy mit akarod és kitette oda? Tehát, hogy miért pont előttem mászkál, állandóan keresztbe kasul egy fekete macska? A fekete macskára van gyógyír egyébként? Tehát, hogy átmegy a fekete macska? Fejjel komondor. Csak vigyázz, mert abban megbotlasz. Jó, találjunk ki. Aztán össze-vissza töröd az arcodat. A fekete macskára egyébként egy gyógyírt kitalálhatunk, mert arra szerintem nincsen hathatós megoldás. Ha balról jön, akkor baj, ha jobbról jön a fekete macska, az jót hoz. Jó, de hogyha kettőt villantasz rá reflektorral, akkor pénzenergia. Jó, és nagy duda. Kettőt villantasz reflektorral, nagy duda, és akkor végtelen pénzenergia. Tehát, hogy, hogy, hogy legyen most már végre neki jó üzenete, ne feszüljünk be, fekete macskát látsz, kettőt rávillantasz, nagy duda, és hónap gazdagság. Nézd jó? Meg, ez már ma a második nagyon jó ötletet. Tehát az egyik volt a sétáltatható atommag. Fogadj örökbe egy atomot. Igen, a fogadj napra egy igen. Atomot, és a másik pedig a fekete macska PR-jának a megnövelése. Én azt mondom, egyre jobb ennyi. Vagy. Hogy mostantól érdemes lesz, és ott áll egy öreg nénik, és indítgatja a fekete macskákat a hatosan. Menjél! De az nem jó, mert abból neki nem lesz pénze. Tehát vagy csinálunk egy 90-es telefonszámot is hozzá. Ahol meg lehet köszönni a fekete macska indító néninek, hogy indította a fekete macskát. Na mi van még ilyen, amitől lehet tartani, vagy péntek 13 kapcsán előkerülhet? Hát ha például a, nem tudom, az elromlott fénysorompó. Ja, hogy az péntek 13-án mindig szerencsétlen, mi? Az azért minden napján rossz, segítek neked. Hát mik vannak? Ugye a kéményseprős van, a macska van, a lekopogás. Sóhakidő, szerencsétlenség. Arra én ráfeszülök, de mondjuk arra én a Dumb és Dumber óta feszülök egyébként. Kiborítottad a sót? Ez nagy baj. Azt mondja, hogy ez nem érdekli, ez a negyedik, amire odafigyel. Igen, figyelek. És akkor tényleg a helyeket hátra kell dobni a sót. Ezt egyébként csinálom. Tehát én dobom hátra a sót. Amit viszont nem csinálok, ez amikor bevered a könyöködet. Amikor különböző testrészeknek a beverés. És egy vendég jön. De állítok, ha megfogod, akkor idős vendég, ha nem fogod meg fiatal, mindent tudom. Én azóta nem fogom meg egyébként. Jöjj, gyertek fiatal kislányok, nem fogom. Sőt, idén oda is. Ne se ragasztom, ha vérzik, se ragasztom be, gyertek csak. Hogy, és hogyha vérzik, akkor mi akkor egy egész iskolás csoport? Ugye, á, iskola, busz. Akkor a vendéglány menstruál. Egyébként olyan dolgokban még, ez nem annyira babonás, de ez inkább ilyen fél babona, fél rossz szokás, például egy időben kényszeresen minden, csak vonalra léptem. Tehát egy macskakövön, hogyha engem láttál sétálni, ez olyan volt, mint valami nagyon pervers tánc, mert én csak vonalakra léptem. Tehát, hogy ilyen kényszeresen mászkáltam, közé soha nem léptem, mert akkor elpusztul a családot. Tehát, hogy tudod, tehát csak... egész? Hát abszolút, akkor mondhatnám, hogy akkor dobják az atomot. De hogy igen, tehát hogy például kényszeresen mentem rá ezekre az ilyen vonalra lépkedésekre. Ez nem annyira babona, mint inkább fóbia. Koncert előtt van babona, amit meg kell csinálni? Ja, nem, ott mindig jó vagyok. Azt tudjuk, hogy jó vagy, de hogy attól vagy jó, hogy előtte csinálsz. Nem, ahhoz nem kell szerencse, az a tudás.
és az alapos felkészültség és a tréning. Ezzel azt hiszem ki is végeztük a témánkat, pontosan 8:30 van, a hírek után jövünk vissza. Pontosan 3:49 van, a Morning Show Pakson, kiegészülve egy kiváló műsorvezetővel. De van! Vagy most minden? Pillanat, Tibi, várjál. Nem fejeztem be. Meg Antira gondoltunk. Igen, hát ezt akartam mondani. De itt van velünk Kassa, Tibi, nagy tapsot kérünk neki. Sajnos a gépemen nincs most ilyen effekt. Zsűrtam. Nyomd a tapsot! Legyen meg mindenféleképpen. Abszolút jogos. A közlekedési infók közül, ami nagyon fontos, és most érkezett, M7-esen, majd mindjárt figyelj, M7-es Nagykanizsa felé Anna elfoglalta a töreki pihenő, Cucuka írta meg ezt nekünk, Trafia 81-es úton Pérkösségben Győr irányából érkezőket méri, ezt Petyka írta nekünk. Hát kérlek szépen, az ötletet bevezetésre került, a két villantás egy duda. Azonnali pénzenergia, Fekete Macskán. Igen, mondom, megcsinálta a Mester utca kereszteződésében egy autós, 8. kerület, Fekete Macska, kettőt villantottam, duráltam. A másik autós azt hitte, hogy őt engedem ki, és kijött, az autóm javítását te állod. Ez az egyik. A másik, az M5-ös autópályán egy Fekete Macska átkelt, ugyanez, tehát két villantás, egy duda, rendőrségi megállítás, mit dudáztak? Találtunk egy újkori babonát is, amit egyébként a vendéglátás vezetett be, Steferi, nyilván ismered. Ezt nem iszod, meg sötövet nem szól. Ez egy kicsit egy ilyen szexuális megközelítés, de van ilyen, illetve a másik, amit beszéltünk, az a létre alatt való átsétálás, ami szintén szerencsétlenséget okoz, de erre a tudomány már megoldást. Ha lánccal van összegy. Így van, nem lehet, hát el van kerítve. Nem, ha átsétálsz a láncoson, akkor nem neked okoz szerencsétlenséget, hanem aki fönn áll, tehát a szobafestő mázolónak. Na, hát ennyi a péntek 13-ról, vagy tól, vagy nem tudom, mikorról. Bank, nézvel. Paksi atomerőmű kommunikációs igazgatója Kovács Antal úr a vendégünk továbbra is. Elindulunk? Igen, látom rajtad, hogy már nagyon izgulsz. Nagyon hogy... menne. Igen. Én akarom ezt az egészet. Hogy azt tudja elkerülni, Feri, hogy megharapja egy atom? Tehát... Én ott leszek és vigyázni fogok, hessegetni fogom. Hessegeted az atomot? Második nevem Atom Antal, úgyhogy innentől kezdve az atomok engem ismernek, és mondom, Feri velünk van, és nem fogják. De neked barátaid akkor az atomok. Nekem barátom, hát nekem rengeteg dobos barátom is van, ahol a tamuk, ugye... Egy picit mellőzve a minőségi poénokat, amiket aztán nem? Nyilván pótolnia kell ez majd Tibinek, ugye hétfőn esték, hogy valamilyen speciális felkészítésen át kellett-e esnie a Ferinek, vagy át kell esnie, amikor belép az erőmű területére. Van-e, hogy mindig csak bal lábbal szabad belépni az erőműre, mert különben bal szerencsék, és köpni kell egyet a küszöbre? A Ferinek bármekkora tekintélye van az egész országban, az ellenőrző pontok ugyanúgy át kell menni. Ez egy hatalmas tekintélye, ez csak a fél ország. Ezt akartam mondani, hogy szerintem tekintélye csak a vidéki kocsmákban van, hogy megy. Márkatás, tehát mindenféle szempontból előnyt élvez, de ez nem akadályozza meg, hogy minden ponton ugyanúgy átmenj. A procedúrán majd be fog számolni szerintem, ha bent vagyunk meg, ha visszajöttünk, hogy milyen volt. Biztonsági előírások megvannak, gyakorlatilag veszélye az nincs, de ennek pont azért, mert minden szabályt rendesen betartunk. Te is be fogod tartani a szabályokat. Én úgy betartok. Én meg az atomokról gondoskodom, hogy elhessegetem. Hogy... Hát Feri tekintélyéről egyébként csak annyit, hogy azért tiltotta meg neki édesanyja, hogy fecske nélkül sétáljon úgy kigyos főutcáján, mert az emberek mindig az órájukra néztek, már dél van. Nem, de ez egy azt is jelenti, hogy az atom előtt akkor mindenki egyenlő, ugye? Tehát, hogy az atomnak nem számít, kit az atom nem válogat, mindenki az atom nem válogat, mindenki ugyanúgy szeret. Atom mindenki ugyanúgy szeret, és a biztonsági eljárások ugyanúgy mindenkire vonatkoznak. Annyi, hogy igyekszünk nyilván, hogy pontosan beérjünk olajozni, tehát a két ellenőrzelemes között gyorsan fogunk menni. De olajozni, hatalmas tekintély, atomozni lehetne mondani, atomozni. Na most csak egy olyan momentum, aminél kicsit megremegett tegnap este a lábam, ugye minden egyes belépő ember átmegy egy ilyen biztonsági kapun, ami hogyha kivillan pirosan, akkor neked el kell vonulni egy szobába, azt szonda van. Hát nem tudom, emlékeztek a tegnap esti fogyasztásra, nagy a baj. Hát jó fogyott. Sok folyadékot itt utána? Igen, most nem én ittam a két pálinkát, csak mondom, mutatok jobbra magamnak. Hát én nem is megyek be. Ja, hozzáteszem, veszélyes lennél az atomra. Ha láttál már ködös tekintetet két pálinkát, akkor azt gondolom, hogy egy van olyan és a túlműködés esete. Azért ez nem igaz, hogy teljesen képbe volt tegnap este, láttam, és inkább vizeti volt. De akkor már nem voltál ott, amikor mi még ott voltunk. De azt a részét nem láttam. És akkor bemegy egy ilyen szobába, és akkor mi azonnal egy belső motózás, vagy? Nem, nálunk nagyon szigorú előírások vannak, és ennek az egyik nagyon fontos állomása, hogy alkoholos állapotban
nem lehet bevenni, aha, tehát még téged is, hogyha éppen nálad gyúlott ki a kapu, akkor muszáj lesz fújni. Akkor fújni, és akkor nem megy. Nem, bemész egy szobában, adnak egy jó erős feketét. De mi a veszély? Mit viszek be? Egyszerűen ez egy elvi filozófiánk, hogy be, aha, csak te színjózanon lehet. Aha. Egy kis trágyát, a gumicsizmádom. Nem úgy kígyósról jöttem, hanem a fővárosból. Alkoholatomokat beviszed, azt kielegeted, és akkor esetleg más is. Nem szabad összekoszolni az atomot, az egy tiszta energia. Akkor én szabadjára engednélek benneteket. Jó? Ti ketten tartjátok itt a frontot. Nem, most már én is be akarok menni. Nem akarok itt maradni. Azért nagy csapás lesz, ha egyet. Ezen a monitoron láttok majd engem, hogy miről fogtok megismerni, mert ugyanilyen fehér overában és sapkában leszek, ugye? Látom, az igazgató urak már ott várnak minket. Aha. Integessenek a kamerába az igazgató urak, hogyha hallanak minket. Hogy szól bent a rádió? Vagy az atomot nem lehet megzavarni? Keresztneveket tudnám mondani? Nem hallják. Jó, akkor integetni fogok. Nem, moonwalkozzál. Jó, moonwalkozok. Jó, hát vigye a reaktor tetején moonwalkozni. Most beszéljük meg, hogy a Ferinek milyen előadást kell ott tartani, hogy megismerjük kintről. Tehát tudsz valami attrakciót? Nekem egy moonwalk bent az erőműben, az azt gondolom, jó, hogy több, mint kreatív. A jelzél a farpofájdal, a csattanog, a csúcsú. Hát tegnap este már megmutattam, akkor tetszett. Még egy partner nélküli lambadát is el tudok képzelni egyébként. Tehát, hogy akkor mi most elindulunk az Antival, majd jelentkezünk bentről, hármas ugrást fogtok játszani most. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, ki van a boldogalaban? Sziasztok, Kinga vagyok. Szia, Kinga, honnan beszélsz? Hát most Budapestről jelenleg. A jelenleg az mit jelent, ott dolgozol? Igen, itt dolgozom, de egyébként Bicskei vagyok. Bicskei. Fantasztikus. Kussoljál már, Tibi. Nem igaz, hogy egy rohadt játékot nem lehet végigjátszani. Annyira örülök, hogy kettésben maradtunk. Bocsánat. Ja, parancsolj, itt vagy még? Parancsolj. Nem szabad? Itt vagyok. Na, jó van, na. Nagyon izgulok. Felkészültél? Fel, teljes mértékben. Mire áhítozol az ajándékcsomagból a legjobban? Hát mindenre igazából. Aha, jóval, nem találom majd rajtad fogást, úgy érzem. Jöhet az első kérdés egy dedikált nyakba akasztóért? Jöhet. Na, akkor kérem szépen a kis hangulat jelző vagy hangulat aláfestő zenét Zsültől. Melyik fizetőeszköz váltópénze a kopeika? A rubel. Ennyi. De jó, hogy nem én játszok. Kiderül, hogy milyen sötét vagyok. Jó, oké. Okay. A nyakbakasztó az úgy, hogy majdnem csúnyát mondtam. Okay. Dedikált egér alá tételt. Milyen nemzetiségű énekes Asaf Avidan? Izraeli. Kettőből kettőt nem tudtam volna. Nagyszerű. Zseniális. Jó, hogy tudok lopni nyakbakasztót. Figyelj, jön a harmadik is. Mi az angol rövidítése az ENSZ gyermek alapjának? ENSZ gyermek alapjának. Valaki, lányok? Nem jó, más? Ezek szerint többen vagytok. Igen, többen vagyunk. Nagyon sokszor lehet hallani egyébként ezt a kifejezést, ezt a rövidítést. Jaj, annyira izgulok, hogy nem jut eszembe. Jógi, van egy negyed óra, 20 percet adja el. Egy pillanat. UNICEF. Így van! Megvan! Jó, segítséggel van. Vaj, szívek vagyunk, és Tibi vajt, és ő is. Pedig az egyik barátnőm náluk dolgozik, de hirtelen annyira izgultam, hogy nem jutott eszembe. Tökre megértjük, én ugyanezért nem tudtam volna az első kettőt. Persze. Nem azért, mert sötét vagyok, mint nem, a nagy. Harmadikat veszett, hát tudtam, Márti, mivel maga elé húzta az adásmenetet. Nem azért, mert onnan csajozok. Jó van, na megvan az egész ajándékcsomag, mind a három természetesen dedikálva lesz. A nyakba akaszt az egér alátét és a bögre is. Nagyon szép napot kívánunk neked. Nektek is. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na, kinézek a szerkesztőknek, mi a herével megyünk tovább, Laci. Ezt akartam mondani, hogy én még nem láttam az arcodon ilyen rémületet és tanácstalanságot egyszerre, hogy itt maradtál velem kettesben. Milyen egyébként? Tehát ez olyan, mint elengedett kézzel. Ez nem az adás miatt van, ez miattad van. Tudom, arra céloztam, hogy ez olyan, mint elengedett ezekkel a vödör atomokkal, meg a mit, kivitted az atomot és mit csinálod. Figyelj, igen, és azt gondolom, hogy ahogy én elképzelem az atomot, ez egy baromi szimpatikus dolog. Tehát szerintem az atom egy jó fej dolog. Én például bármikor leülnék mondjuk a kedvenc sorozatomat megnézni, úgyhogy mellém bújik az atom, és együtt nevetjük egy nagyot, belecsipeget a kedvenc chipszembe. Tehát én tökre megosztanék mindent egy atommal, hogyha ha tényleg ki. Én Ferit megbíztam azzal, hogy ne csak a vészcsengőt nyomja meg, hanem hogyha tud, akkor mindenképpen lopjon ki nekem egy atomot. Tehát, hogy mert azt én elvinném haza a zsebembe,
elvinném csajozni. Egyébként azt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy tegnap ugye nagyon sokat beszélgettünk az Antival, egy nagyon kellemes vacsora mellett, amit ők szerveztek, és köszönjük szépen még egyszer. Teljesen méltatlan volt igazából az a mennyiségű meg minőségét, amit aztán később Tibi elfogyasztott, erre céloztam. Hogy az Anti felajánlotta nekünk, hogy akár egy fogadást is köthetünk, tehát hogyha ha Feri meg tudja nyomni valamelyik ilyen vészjelzőt, és elér odáig, és élve van, és nem csak a kezének egy darabja ér oda, meg ilyesmi, hanem utána még tényleg mutat életjeleket, akkor gyakorlatilag kérhetünk tőle bármit. És mi azt kértük, hogy ebben az esetben a vészjelzésnek a hangja lehessen az a Feri. Tehát, jó, lehet a vészjelzés hangja a Feri, de alatt szóljon a hullócsillag. De az ében nem látod. Jó, Ez nem gyakorlat. Ez, hogyha hullócsillagot megrajol mindenki, akkor a jelszó hasra, fejet le. Na, meglátjuk, hogy Feri mennyire lesz bátor, de most már ők közelítenek befelé az erőműnek abban a részében, ahol őt beengedik, mindenféle biztonsági előírások után. Lehet egyébként, hogy már magán a szűrőn, a szondás szűrőn sem fog átjönni, de ezt majd meglátjuk. Picit bekísérik a kihozanítóba. Most meg tovább megyünk egy kis musicalval. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, elsősorban természetesen a paksiak, hiszen még mindig itt vagyunk az erőmű előtt, egy kitelepülésen, ami az erőműnek is, és természetesen a Morning Show-nak is történelmű léptékű esemény. De előtte jöjjön némi közlekedési info, egy darab. Trafi a 47-esen, Berettyóújfalu előtt a 33-as kilométernél szokatlan helyen. Köszönjük szépen Csabesznek, kerestem egyébként az SMS falunkat, de többet nem találtam, meg nem is jelölt a mi szerkesztőnk Laci, de akkor ezek szerint nincs. Mentségére szól, hogy ki volt napozni, tehát hogy mikor jelölt nem volna. Nem intettem, Tibi. Tehát megbeszéltük, hogy akkor szólasz meg, hogy intek a jobb kezem. Ez nem a te műsorod, továbbra. Neked ebben teljesen igazad van. Jól van. Most szólhatsz. Feri beérkezette közben, ja, már ott van. A reaktormagnál. Hello, szevasztok, hallottok engem? Hoppá, tökéletesen hallunk téged fel, és azt is látjuk, hogy integet melletted valaki. Nem, az én vagyok. Ez egy szóljanak a nagy darab debel a kövér állatnak, hagyja az integetés melletted. Úgy nézek ki, mint egy nagy fehér hógolyó. Gyorsan elmondom a megpróbáltatásaimat, ami egyébként, hála Istennek, az üzemszervezésnek nem volt az. Ennél hosszabb idő normál üzemkörülmények között bejutni. Hát, mint késavajban hasítottunk át, egy testüreg vizsgálat volt, tehát azon át kell esni, gyerekek, nincs mese, de az jól esett. De az jól esett, nem? Na, a következő helyzet. Belépsz, van egy első beléptető kapu, ott nagyon kedves biztonsági őr barátaim ezzel a csipogó szettel végignézték, hogy van-e fénytáj rajtam, majd átmentél még egy kapun. Akkor jött egy séta, ugyanez a kapu sztori, és most kapaszkodjatok meg, beérkeztünk a férfi öltözőbe az én barátaimmal. Na ne! És összemértétek. Az új barátaid? Hát annyira új barátaink, hogy négy kidolgozott. Az új barát alatt mit értesz? Mondom, még mindig utalsz a testüreg utazás? Igen, a négy kidolgozott férfi test és én állt, anyaszült mesztelem. Itt többen forcírozták, hogy az alsógatyát is dobjuk le, mert az mégiscsak úgy barátság a barátság. Hogy gyantáztassunk, de az nem volt. Egy szál alsógatyában egy zöld színű munkavédelmi papucsban átvonultunk a beöltöző helyiségbe. Amit most rajtam láttok, így a kamerán keresztül ti, ugye van rajtam egy overall, van rajtam gyári zokni, van egyébként gyári gatya is, ha valaki azt kéri, egy fekete acélbetétes bakancs, és a sisak hanyaszámú vagyok, Anti? 1918, és névre szóló. Én vagyok az 1918-as, nem fogjátok elhinni, minden egyes olyan helységben, ahol leket vegyem, tehát valami fakkon van, ahova a ruhámat letettem, és ahonnan fölvettem a cuccot, ott ki van írva, hogy ez Rákóczi Ferenc. Feri, mindenképpen meg kell kérdezünk, Tibi kért, hogy kérdezzem meg, hogy miért van acélbetétes bakancs, hogyha esetleg kallódó atommal találkoztok, akkor azt arra tudjátok rúgni? Nem rugunk, atomba nem rugunk, mert az atom a barátunk, az acélbetétes bakancs az azért van, hogyha rá esne a lábadra egy olyan acéldarab, az nem tudom micsoda éppen, akkor nyilván az megvédi. Figyelj, Feri, ti is halljátok egyébként ezt a nagyon fura hangot, ami igen, a círmog igen. Bent, a círmogás, akkor fussatok. A círmogás az atom, kérlek szépen, az atom így círmog, az ugyanolyan, mint a macska az atom, hogy amikor simogatod a nyakánál fogva, akkor ő elkezd círmogni. Tehát, hogy megint csak barátunk. Na, Feri, egyetlen egy dolgot szeretnék még kérni, mert nagyon adja magát a dolog, hogyha ott vagy, akkor próbál meg az urakkal összehozni egy hárlemséket, mert nagyon jól néznek ki. Drága vagy. Szóval ez körülbelül ez a bejutás, és én olyan helyre jutottam be, ahova ha látogatóként érkezel, akkor ez nem nagyon sikerül, ugye ott van fönt a látogató központ kilátó ablaka, tehát onnan tudsz ránézni az atomreaktorra. Én pedig most ettől hát 2,5 méterre állok, két nagyszerű kollégával egyetemben, akik, ha bármi kérdésetek van az atommal kapcsolatosan, akkor most meg tudják nektek mondani. Ők viszont nem hallanak benneteket, úgyhogy majd fordítanom kell nektek. A bemutatkozáson mi túl
túl vagyunk, de én ezt így negligáltam is, mert én egyszerűen olyan mértékben vagyok felfokozva az atom közelségétől, hogy tudom, hogy van egy biztonsági igazgatónk, és van... Cicsa János, elég a Paksi Atomerőm üzemviteli igazgató. Üzemviteli igazgató, ezt a szót kerestem, János, te vagy az üzemviteli igazgató. Az, amit most csinálunk, hogy itt állunk egy méterre az atomtól, az normális dolog? Te hogy tudsz ezzel együtt élni, hogy érted, hogy itt vagy? Hát most a kettes kiépítés reaktorcsarnokban vagyunk, azaz a hármas, négyes blokknak a közös reaktorcsarnokával. Ez az ellenőrző zónának egy olyan helysége, ami... teljes mértékben, teljes munkaidőt itt lehet tölteni, annélkül, hogy jelentősebb sugárterhelést kapnánk. Tehát 8 órát gyakorlatilag én most itt el tudok hesszelni. Veled dumálgatunk, iszunk egy kávét, meg ilyenek. Akár többet is, majd kifelé a doziméteren tudod ellenőrizni, hogy... Nekem van doziméterem, megmutassam? Kaptam, képzeld el. Ne, azt fel kell nyitni a mellkasodat. Ezt kifelé kontrolláld le, hogy igazat mondtam-e. Én úgy gondolom, hogy nulla sugárterhelést fogunk kapni, hiszen olyan helyen vagyunk, ami nem csak 8 órát, akár többet is eltölthetünk. Te elmondtad, hogy 87 óta dolgozol itt, jól emlékszem? Igen, nekem ez az első munkahelyem, Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, ezt követően már mint ösztöndíjas kerültem ide. Gyakorlatilag én már a középiskolát szakirányú szakközépiskolában végeztem. Nekem nem volt más. Mi a vonzó benne? Tehát miért marad? Itt nyilván az ember paksi, most már ide szokott, szereti a várost. Felé, de a hogy, lé, a zsé. Azt mondják a srácok, hogy tényleg a zsé miatt, a lé miatt, a pénz miatt. Én tőzsgyökeres paksi születésű vagyok. Minket annak idején megkerestek, hogy szeretnénk-e ilyen irányban tovább tanulni. 14 éves gyermek voltam, így döntöttem. Tény, hogy később a fiatalokat nem csak a kiemelt bérezés, a kihívás, az atomerőm építése, üzemeltetése vonzotta. Na, meg annak idején egy mivel hozzá kell tenni a 80-as években, a lakás volt az a kérdés, ami még pluszba a fentieken túl hozzátette, hogy ezt az irányt válaszol. Jó, de nyilván nem ez a fontos, hülyéskedünk ezzel. Feri, nem ez az érdekes, ha az ember szakmát válaszol. Igen. Feri, nem akarok a szabadba vágni, de egyre többen vannak ott körülötted. Nem tudom, hogy ez jó jele. Igen, igen, mert barátaink. Egyre nagyobb a paranoia. Közölt velük, hogy igaz, benne lehetne lenni 8 órát, de te 8 órát nem maradhatsz, mert annyit nem bírsz ki tömény nélkül. Ők atombarátaink, tehát azért vannak itt, mert mi egyek vagyunk, egyé válunk itt az atommal egyetemben. Na, visszatérve egy kicsit a komolyabb részhez, nyilván nem ez a fontos benne. Tehát találtál valami olyat. Én azt mondtam, amikor beléptem ide egy ilyen csodálattal, vegyes áhítattal, hogy azért ez marha nagy dolog, hogy innen megy az áram, innen megy az ország energia ellátásának fele. Igen, tehát úgy gondolom, a kihívás alapban a szakmai. Tehát itt bármely szakmának egy olyan összetett tevékenységét tudjuk tapasztalni, ami szerintem más ipari létesítményekben nem. Hát igen, jól mondtad, tavaly a Magyarország villamosenergia termelésének 46%-át a Paksi Atomerőm biztosította. Hát ez úgy gondolom önmagáért beszél, és bízunk benne, hogy jövőben ez még növekedni fog. Nálatok van olyan, hogy hazaviszem a melót? Tehát, hogy mit, én érted, zsebedben marad egy atom, és akkor az otthon van. Vagy otthon dúsítasz. Vagy otthon dúsítasz. Az atomot nem, de azért a papírmunkát szoktam esténként otthon folytatni, tehát a különböző dokumentumok olvasása, levelek olvasása az estére szokott sokszor maradni. Na kérem szépen, akkor jöjjön a következő emberünk, aki a biztonságért felel itt a Paksi atomerőműben. Hát, hogyha valakit most meg tudok szorítani, akkor ő az én érzem. Tehát Anti nagyon felkészült volt tegnap este és ma reggel, de most jövök én. Most jövök én, egy gyors bemutatkozást kérnék tőled is. Bolán Gábor vagyok, a Paksi Atomerőm biztonsági igazgatója. Na ezt akartam, a ne fordulj meg, de mögéd lopódott egy atom. Egy atom? Itt van egy atom mögöttem. De aranyos, gyere velünk. Azt mondja Tibi, hogy itt van mögöttünk egy atom. Tehát, igazgató úr, akkor most nézzünk egymás szemébe. Kamu az a szerkezet, amiben van itt a zsebemben, azért mutat nullát, vagy tényleg nincs bajunk egy méterre a reaktortól? Nem kamu, hanem pontosan egy nagyon jó műszer, amely hatóság által hitelesített, tehát amit mutat, az nem csak mi mondjuk annak, amit mutat, hanem tőlünk független szervezet ezt megerősíti. És hát ez egy olyan hely, bár itt vagyunk egészen közel a reaktorhoz, ahol, ahogy kollégám elmondta, nyugodtan lehet egész munkaidőt eltölteni, akár az év minden munkanapján, anélkül, hogy jelentősebb sugárterhelés érné az embert. És hát tudni kell, hogy attól függetlenül, hogy hol élünk itt az erőmű környékén, vagy itt dolgozunk bent, mindenkit ér sugárterhelés, és hát atom is rengeteg van, főleg egy ilyen nagy emberben, mint amilyen. Köszönöm. Rengeteg atom van. Viszek ki neked atomot, Tibi, nyugi. Nem, az urak ki. Szerintem én nem akarom belé folytatni. Én azt gondolom, hogy semmivel sem nagyobb itt a kockázat itt dolgozni, mint bármely más ipari munkahelyen.
És ehhez még az járul hozzá, hogy mi nagyon komolyan vesszük a biztonsági szabályokat, a követelményeket, tehát itt dolgozni biztonságos mindenféle szempontból. Igen, az érződött, hogy nincs cicó, tehát ahogy jöttünk befelé, én kérdeztem az Antitól egy olyat, hogy hányszoros túlbiztosítás van bármi nemű probléma ellenében. Ő azt mondta, hogy egyszerűen nem lehet megmondani, de én mégis egy ilyen viszony arányszámot azért 10-szeres, 50-szeres túlbiztosítás, mi a jó szám? Ugye erre egyszerűen nagyon nehéz válaszolni, mert a biztonság az nem csak a technikán múlik, hanem az embereken is. Ha magát a technikát nézzük, akkor egy háromszoros biztosítás van. Ez azt jelenti, hogy minden biztonsági rendszerből három párhuzamos rendszer áll rendelkezésre, amely közül egyetlen egy is elég, ha valamilyen beavatkozás szükséges, hogy ellássa a funkcióját. Persze nagyon fontos maga az ember. Ugye az embernél azt nehéz megmondani, hogy mekkora a biztosítás, de pont ezért kell egy hosszú felkészítés, hogy valaki itt tudjon dolgozni, és azokban a munkakörökben, ahol döntéseket kell hozni, hát bizony el kell tölteni akár 5-10 évet is az erőműbe, hogy valaki ilyen pozícióba kerüljön. Nagyon sok szabályunk van, de ez mind azt szolgálja, hogy itt az energiatermelés az biztonságosan történjen. Egyrészt, hogy szolgáltassuk a villamos energiát, másrészt pedig, hogy semmit olyan hatással ne legyen a környezetre az erőmű, ami bárki számára elfogadhatatlan lenne. Melegszik a lábam, az atomtól van, vagy föláramló hőtől, vagy bepisíttem? Kezdesz kihozanodni felé. A bepisít, ezt nem tudom. Nyilván ahogy itt érzed, és ezek a meleg válaszok előntik a testedet egy kicsit, ez melegít. Szerintem az a válaszok kapcsán te is egyébben érzed, hogy ez egy mennyire jó dolog. És talán azt is lehet érzni, figyeltem a két kollégát, hogy itt mindenki nagyon büszke arra, hogy itt dolgozik. És amikor arról beszélhetünk, ami szívünkre, számunkra a gyerekeinken kívül a legkedvesebb, akkor azért mindenki kicsit még emocionálisan is betöltekezik. És hozzák, ez történt veled is, hát hogy már a szíved táján is érzel valamiféle melegség. Itt integet valaki, ez a lényeg. Hogy ő nem büszke. Ja. Egyébként az ő nevét majd felírjuk és átadjuk neked. Na, akkor volt egy fogadásunk Antival. Azt mondta, hogy bármit kérhetek, hogyha valahogy meg tudom szólaltatni a szirénát. A biztonsági igazgató úr szemébe nézek mélyen, hogy ez presztízs harc most már Anti és közöttem, ez a sziréna ügy. Nagyon szépen kérlek, hogy a lakossági sziréna kapcsoló gombját áruld el, hogy hol van, mert nekem oda kell rohannom, ugyanis azt a pillanatot várom, amikor Anti viszont rám vetődik, és úgy vág a földhöz, hogy itt maradok fekve. Hogy tudom kiszedni belőled? Lehet, hogy Anti se tudja pontosan, hogy hol vannak azok a gombok. És ugye ebben előbb beszéltünk a biztonságról, hogy hányszoros biztonság van. Ugye nem csak egy gomb van, hanem több párhuzamos rendszer, nem csak itt, hanem máshol, és van egy mobil rendszer, ahol amelyel bárhonnét elindítható ez a sziréna rendszer. És hát a szomorú válaszom az, hogy ez nem csak a mi döntésünk a sziréna megszólaltatása, hanem ugye ennek feltételei vannak. Tehát sajnos ezt nem tudjuk neked biztosítani. Aha. Gyerekek, hát egy kis viccért, ennyit nem engedtek. Kérdezz meg a biztonsági főnök urat, hogy hogyan készültek péntek 13-ra? Tehát van-e valami különleges készültség? Tényleg a péntek 13-tól féltek? Azért ez egy ilyen macerás üzemmenetnél bármi bejöhet, egy macskai tátsétál, semmi? Kedvem is tudtam, hogy a 13-a van. Ja, az nekem ez hidegen. Menjünk már kicsit ide, egy méter, itt egy kapcsoló szekrény, azt mondja, egy kibegom van rajta. Tehát ha ezt most valaki elfordítaná, akkor megáll az áramszolgáltatás? Ez semmi, ez egy egyszerű kis segédüzemi elosztó. Ha most például egy takarítógépet akarsz üzemeltetni. Mert miért csináljátok velem, hogy egy segédüzemi elosztóhoz hoztok? Mert lúzernek nézne. Hát te hülyének nézel engem. Hát azt hiszem, hogy az atom főkapcsolóját nézem meg. Hát igazság, hogy ahogy mondtam, bármi beengednénk, nem tudnál semmit csinálni, mert annyi olyan szinten túlbiztosított, hogy is mondjam, hülye álló vagy. Köszönöm, meg vagyunk gyerekek. Feri, vagy te hülye álló vagy, most csinálj botrány, tolj le a nadrágot. Feri, hopp meg Gangnam Style. Nem lehet olyan egyszerűen lekapcsolni ilyesmit, tehát a fontos dolgoknál egyszerre több dolgot kell megnyomni, előtte kulcsot betenni, olyan biztosítási dolgok vannak, hogy nem tudsz, tehát még hogyha a kasza bejönne, ő se tudná mondjuk. Hallott, Tibi, még te se, pedig te aztán mindenre érkezem. Na, itt állunk, ez hanyas, H4-es blokk? 4-es blokk. A 4-es blokk, ez hány méter lefelé? A 18-90-es szinten, 18-90-es szinten vagyunk. Éreztem, mert szédültem kicsit a 18-90-nél, igen? Ez a reaktorcsarnoknak a padlója. Itt látható mellettünk a reaktor. Maga a reaktor tartály, ez egy 23,5 méter hosszú berendezés. Amit azért tudnod kell, hogy csak egy töredékét látott az ellenőrző zónának, a primerkörnek.
innentől kezdve egészen a mínusz 650 szintig foglalnak a helyet a főberendezések. Hát van még egy csomó helység lefelé. Például alattunk köszönjük nagyon fontos felé. Berendezések, főberendezések vannak, a főkerüngtető szivattyúk, amik a primérköri hűtőközeget keringtetik. Hát ez senki nem érti, ez csak ti érti. A primér... a főkeringető szivattyút felé. Ugye, na, ez egy főkeringető szivattyú itt mellettünk, a Tibi kérdezi. Alattunk van. Rúgjál bele. Alattunk. Ez mennyit keringet egy óra alatt? Ez 7000 tonnát. Annyi, nem lehet, annyi víz a nekünk világon annyi nem nincs. Kell. Nem kell. Azt mondja a Tibi, nem kell a 7000 tonna atomot akar. De mondok ennél érdekesebb adatot, ugye, ha röviden van egy perce, megpróbálom Istenem, röviden miért? Összefoglalni itt az energiatermelés folyamatát. Ugye a maghasadás révén fölmelegítjük a vizet, a primérköri vizet, amit keringtetünk egy úgynevezett hőcserélőn gőzfejlesztőn keresztül, ez az a 7000 tonna. A gőzfejlesztőbe gőz képződik, meghajtja a turbinát, a turbinában munkát végzett gőzt lekondenzáltatjuk vízé, vagy visszakeringtetjük. Visszahűtik, Tibi, visszahűtik. Az a harmadik kör, ahhoz szükséges vizet a Dunából nyerjük. Lassabban megírjuk. Most tessék figyelni erre a számra. Másodpercenként a négy blokkra 110 köbméter vizet emelünk ki a Dunából. Ne! Visszaadjátok neki, ugye nincs az, hogy azt hazavisszük, vagy valami, de picit tisztítva azért az visszamegy. Tisztább vizet adunk vissza a Dunába, mint amit kiveszünk, de a mennyiség, és itt azért mondtam a másodpercenként, nem? A sajtó mindig elérje a percenként, másodpercenként 110 köbméter, az óriási mennyiség. Az nagyon komoly. Tehát Tibi, nem tudom, értette, de ugye maga az áram, az ugye nem az atomból gyűn, hanem a turbinából. Nem. A turbina végén tengelykapcsolatban van a generátor állítja elő a villamos energiát, amit az országos hálózatba juttatunk, transformátorokon keresztül. Feri, a rövid válasz az, hogy nem értette. Lehetne még egyszer az egészet. Nem érti, azért innen látom, hogy okosodjon. Annyit szeretnénk kérni, hogy maradjon házi feladatunk, hogy a többinek utána nézzünk, mert mindenképpen a Széchenyi könyvtárban, csak hogy egy nagyon picit haladnunk kellene, és hát ugye olyan dolgokról beszélünk alapvetően, amit a hallgatók nem látnak, mert ugye ez egy rádióműsor. Viszont szeretnénk egy olyan dolgot csinálni ebben a bizonyos teremben, amit itt még soha senki nem csinált. Álljatok sorba, és YMCA! És azt beszéltünk meg Ferenccel, hogy ő eltolott egy kis moonwalkot mindenki legnagyobb örömére, és ha már kiderült arról a bizonyos gombról, hogy hülye álló, nagyon tetszik a kifejezés, amit Andi használt. Ezt a későbbiekben használni is fogjuk. Szóval, hogy szerintem most már tényleg valahogy el kéne nyomni ezt a moonwalkot. Jó, moonwalkozott valaki itt már bent a reaktorteremben? Hát te lenni az első. Első lehetek esetleg végre valami. Ökörsütés. Ökörsütés már volt. Tibi, tudod hozni az alapot? Ez már a kérdés a is sértő. Szólj, amikor indíthatom. Mehet. Látod? Jó vagyok. Ezt is belezúzgom a szemben. Gyere visszafele. Feri, ki moonwalkoztál a képernyőre? Gyere visszafele, ahol indulj el. Akkor tudod, mi fog fájni? Tudod, mi moonwalkozom? Várjál. Igen. A turbina tetejében, nem mi ez? Nem. Itt vagyunk, alattunk van a főkeringtető szivattyú. Na, egy főkeringtető szivattyú tetőn fog moonwalkozni. Mint a legnagyobbak. Mehet. Hú, te király! Most nyújj magad alá, és mondjad azt, hogy sikicsika! Sikicsika! Majdnem elestem. Na kérem szépen, azt hiszem meg vagyunk. Láttuk, amit látni kellett, megtudtuk, amit meg kellett tudni, és a moonwalk is megvolt. Én ez alatt az egy megszólalás alatt 4 évet hoztam be. Komolyan fizikából, mondom, fizikából. Ja, jó, a Tibi jegyzeteit majd elkérjük, hogy értsük is azt, amiről szó volt. Még egyszer, a főbb részeket fogjuk venni, Tibi, hidd el, át fogjuk venni, ahogy kiérek, köszönöm. Akkor megtörténik majd mindez, jó? Akkor puszilunk benneteket innen bentről, baráti atomos öleléssel megyünk ki hozzátok. Amit tudok, viszek, Tibi, jó? Jó, lopják ki nekem egy jófej atomot, keres egy szimpatikus atomot, és hoz ki nekem a mi az első, az atom, jófej atomtesztnél mi az első kérdés, amit fölteszel egy atomnak? Amiből tudod, hogy jófej? Melyik dalom a kedvenc? Hát, a jófej atom az nyilván volt már egy Kasszatibi klubkoncerten. Az igen, sőt, többször is, de az első sorban. Így van, hogy a szendvicsbe ki lennél, te a kenyér vagy a hús. Hogyha együtt aludnánk, akkor kis kifli vagy nagy kifli? Jó, ezeket. Aki igennel válaszol, azt viszem neked, jó? Jó. Van egyébként belső telefon, majd fölhívlak benneteket. Nem tudom, városi vonal? Szerintem ne szólnak. Nem, város erőművön belőli. Erőművi vonal van, akkor nem hívlak benneteket. Jó, csak benneteket. A tematikus kérdéseket kerüld a jövőbe. Olyan műsor. Olyan atomot hozzák, aki nem horkol, mert más nem viszek haza. Szevasztok, srácok, vigyázzatok magatokra, majd megyünk. Ciao. Szia. Ez itt a Morning Show.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt még mindig a Morning Show, egyelőre Kassza Tiborral és Vadon Jánossal a stúdióban. Később érkezik hozzánk Feri is, miután egy újabb testüreg motozáson esett át, illetve egy fertőtlenítő folyadékkal mind a 300 négyzetcentiméternyi területet, ami az ő teste. Bár már nem beszél a Feri, de mert a mikrofont, már a mikrofont kivették a kezéből, de ebben a pillanatban is még továbbra is moonwalkozik a reaktor mellett. Feri, hagyd abba, már nem vagy adásba. Nem kell, hagyd, ne erőltesd, ebből csak izomláz lesz holnap reggel. Told le a gatyádat. Kész vagyok. Na, itt vagyok. Megjöttél. Ez az igazi feltöltődés. Ennyi. És semmit nem engedtek kihozni. A zöld gumipapucsot meg akartam nektek menteni. Meg akartam menteni, hogy azt vigyétek haza örök mementóval. Azt tartsd meg magadnak, én egy jó fej atomot kértem. Na, az nincs. Érted, van, nem lehet kihozni. Nem lehet kihozni? Bocs. Benne vették? Ben. Képzeld, de sugárkapu van, amikor bedugod a kezed, nagyon vicces, mert nem tudod, hogy hova dugod. Azt én már nem szeretem, ugye? Ez nálam hétköznapi. Nálam ez hétköznapi. Te is szereted. Nagyon fura volt egyébként, de nem adták neked, mert mondani akartuk egyébként, hogy képernyőn látszott, hogy te ruhád volt egyedül kiszakadva hátul. Hadd alkadjon rá, mi akar. Rohadt, mert recsenést hallottunk csak. A kifelé jövete bonyolultabb, mint a bemenetel, mert állandóan ilyen sugárkapuk vannak, ahol ellenőriznek, hogy akadta-e a kezedbe atom. Komolyan? Igen, van. Nekem egyébként ugyanez, nálam is mindig a távozás a nehezebb, de csak azért, hogy mindenki autogramot akar. Istenem, de szép. Na, Anti, legyél olyan kedves még egyszer, hogy gyorsan mondd el nekünk, ne a fizikát. Én fizikáról egy szót se. Hogy volt a képlete a hajnalvasadásnak? Hogy akkor mi van holnap után? Pakson? A kenyérhalésbor ünnepe, és vendégül látunk, várunk mindenkit. Aki benevez a futásra, azon ki, hogy jót futhat, kap egy halászét, egy paksi sillert, lesznek koncertek, egész nap gyerekeknek kulturális program, futótávok 600 métertől, tehát 3 hónapos kortól. Nem, a naptáramat nézem, hogy nincsen beleírva ez a paksi buli, tehát hogy még most terveztitek megrendelni, vagy? Tibi kérdére 300 méterre elviszük a távot. De nem, hogy itt tud maradni koncertre. Nem akartam megérteni a célzást, de hogyha eljön 300 méter, akkor esetleg utána még erről is utána meg énekel. Ha lesz egy jó program, jövőben gondolunk majd a Tibire is, de ennek beugró feltétele, hogy lefussa legalább valamelyik távot. Olyan közel voltam. Egyszer le kéne futni, és akkor egy nagyon jó program. Na most, aki nem tud Paksra jönni, halbor futás ünnepre, hol találkozik Kassza Tibi koncerttel a hétvégén? Az ország minden területén felütöm a fejemet. Egyébként nem tudom, hol leszek a hétvégén, de szombaton tudom, hogy megyünk, mint a mérgezettekért. A Kassza Tibi koncertek azért nagyszerűek, mert olyanok, mint például az Irigy Horálmi Irigyek, ahol van A és B csoport, mert ugye Tibinek lehetetlenség test dublőr találni. Hát nem, meg ez a teljesítmény, ez pótolhatatlan, tehát a bátyám az egyetlen, aki tudná dolgot pótolni, de ő nem akarja. Igen, ő már szép lett. Már nem, mintha te nem lennél az, csak ő tett érteni. Nem, már jobban oda figyelte. A Gábor hűtlen lett az alapgénekhez. Igen. Jani, neked valami a hétvégén? Persze, köszönöm szépen. Nagyon szélesen egészségére, azt hiszem, van valami program. Egyébként jöttem volna holnap, hogyha egy picit jobban át tudok készülni. Jövőre mindenképpen itt vagyok. Akkor ezt most egy ország hallotta, Így van. Itt is leszek. Budavári Borfesztivál van, mondom a pestieknek, tessék menni érdeklődni. Jó? Egy ilyen hétvégi számra program. Számra 50%-ban szimpatikus ez a program. A vár. Jaj, Jani, hát ezt elfelejtettem mondani. Na, szeretnéd hallani? Igen, mondok szeretnéd neked. Szeretnéd hallani? Kérlek szépen, mondok neked programot, hogy nehogy probléma legyen a te életedben, ha nem tudnál mit csinálni. Windows XP. Kérlek szépen, Horváth Jenővel, a Felső Magyarországi Várak Egyesületének ügyvezető elnökével tudsz találkozni, mert jubileumi közgyűlésük lesz. A Felső Magyarországi Várak Egyesülete. Ott van a ilyen helyem, remélem lesz. Bubis víz meg fogácsa is. Hívjuk fel a naphallgatóját, a stúdióból intézzük ezt a dolgot. Nem tudom, hogy ki, azt ti választottatok? Így van, megvan a naphallgatója, a következőt írta nekünk. Elmondhatná ő is, de haladnunk kell. Hogy hívják a paksi atomerőmű takarítanéjét, sugárni ultra ibolya? Hát így... Amennyiben bemondja, hogy Morning Show, és utána elkezd énekelni a hullócsillagot, akkor... Jár a tapsés, és hogy mi? Egy dedikált rúd szalámi. De sajnos. Morning Show. Ez az! Jól van! Elárulod a nevedet? Nem szeretném. Oké. Okay. De esetleg a keresztnevedet, arról még nem nagyon lehet beazonosítani. Atomerőművi dolgozó vagy? Nem, de közel. De dolgozom. Jó van, mindegy, nem faggatunk, akkor nehogy problémád legyen ebből. Nem tudjuk, hogy mit mondtál volna. Jó napot kívánok, Szájer József vagy. Tehát, hogy most mitől féltél? Hát egy keresztnevet azért csak bemondhatsz. Laci. Kázmér, biztos. Kázmér, egy a lényeg, hogy köszönjük szépen a nagyon humoros SMS-t. Megjutalmazzuk ezt neked egy Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomaggal, jó?
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, egészséged, és vigyázz az inkognitódra. Így van, nehogy ha kérdeznek, nehogy elárult, hogy te is a Klassz FM-et hallgatod. Köszönjük, Kázmér, szevasz. Köszönöm. Mondanám, ajánlanám, hogy rákérdeztetek a saját receptemre. Köszönöm szépen. Mi a helyzet a receptel, Feri? Már fönt van a Facebookon, egy nagyon klasszik vasárnapi ebédet készíthet el mindenki, aki csatlakozott. Nincs még fönt? Laci. A Klassz FM, a Morning Show Facebookjához. De addig elképzeljük. El tudod képzelni, de majd meg is tudod nézni a képet, meg nagyon jó leírás van. Hogy fogalmaztál? Hülyeálló? Ugye volt? Ilyet mondott, hülyeálló, akkor én is mondhatom a receptre, hogy hülyeálló, de én ilyet nem, amatőrálló. Tehát ezt el lehet készíteni. Egy nagyon szép darab sertés karajt tessenek most elképzelni maguk előtt, ami vajpuhára sült a sütőben, nagyon szépen van zöldfűszerezve, az ősz összes gyümölcse hozzá párosítva, átpárolva, egy kicsi fehérbor. Ez már túl szép. Mit értesz az ősz összes gyümölcse alatt? A körte, őszi barack és szilva. Most így ezeket találtam, és van a klasszik, nagy kedvenc, a fokhagymás rozmaringos sült krumpli. Ez van egybe gyúrva. Jó? Jani lemondana érte a... Nem, ő nem mondana le. Az elveiről is semmi beleharapna. Két dolgunk van még, hagyjad ezt majd földolgozott kicsit később hétfőig, hogy mit kell vele csinálni. Egyrészt Tibi, neked megköszönni, hogy elfáradtál ide Paksra, bár azt gondolom, hogy... köszönet nem volt benne. Egyrészt, másrészt meg te tartozol. Legyen jó házigazda most már, köszönjük szépen. Nem, jó volt egyébként. Te tartozol köszönettel, a másik pedig, hogy Anti, nagyon köszönjük a meghívást, és hogy itt lehettünk. Szerintem helytáltál, maradhatsz az igazgatói poszton. Nagyon köszönöm, tényleg úgy láttam, hogy mi is jól éreztük magunkat. Én személy szerint nagyon, de merre jártunk, akár itt körülnézünk, vagy bent elbúzult egy kicsit az atomerőmű, és jót tettetek nekünk is, és remélem, hogy az ország is egy picit többet tudott meg az erőműről, és kicsit közelebb került. A fizikából úgy beljebb vagyunk, mint még soha senki. Ez utóbb kérek elnézést a néhány tudott definícióért. Talán átment egy-két. Viszontzásképpen a szép szavakért, meg a kedves vendéglátásért. Jöjjön, Kosszati Bortal a hullócsillag. Nem, majd küldünk neked egy Sugar Berci dal. Köszönjük, Anti, még egyszer. Köszönjük. Paks hétfőn jövünk vissza. Kettesben, 6-tól és 7-től pedig jön megint egy sztár vendégünk. Na, azt, hogy ki nem áruljuk el. De jó lesz. Szevasztok. Sziasztok. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.